Tudom. És elviekben jó, hát egy pillanatig látták az asztalomat a nézők, de nem tartok izé. Nekik semmi számít, Tesco. I'm ready. És most kivételesen az én nézőim is tudomást szereznek a stream létezéséről, mert hát Banyeg, az a tablet, mikor 2 héttel ezelőtt, 12 nappal ezelőtt, még két Igen. hetesen volt, De amúgy nem egész működött sokan elég jól. néztek minket amúgy ahhoz Nem képest. működött egész elég jól ahhoz, hogy én ott multitaskoljak a YouTube-bal. De igen, nem egész. Termetes nézettségre tettünk szert. Amúgy berakod kérlek a másik csop Discordba? Tudod, Discordba? A linket, please. Vá, izé, a csúb. A retrós izé, a csúphoz is bent felőlem, Csúfhoz rögni is fog. berakjam? Az -e. Yes, let's do this. Jó, oké, mindenhová. Ja. Akkor gyorsan elnémítom, mert elnémítom még egyszer a mikrofont, mert van egy visszajelzés, egy épkézláb termetes visszajelzés irányomba, hogy amikor elkezdem használni a keyboardot, akkor ez egy ilyen nagyon ear-raping ASMR élmény, szóval egy pillanat és visszajövök. Oksi, moksi. Közben sziasztok, üdv mindenkinek! Folytatjuk tovább a Prince of Persia Warrior-vidines kalandozásunkat, és Spyro is mindjárt visszajön. Csak elvonult egy kicsit a dolgára. Mikrofon kalibrálás címszóval. Úgyhogy sok mindenről fogunk ma beszélni. Tehát úgy készüljetek, hogy sok mindenről fogunk beszélni, ami nem feltétlen a Warrior-vidinhez köthető. Itt vagyok! Mindenhová. Azt hiszem mindenhová, hova akartam, streameltem. Igen, rengeteg Jó, mindenről. akkor én rágyújtok egy pöfékre, és megvárjuk, hogy kicsit többet magunkkal legyünk. Mert én úgy szoktam elindítani, tehát mindig az van, hogy előtte pöfékelünk egyet, addig megy a zene. Vagy a Guts meg zene, tehát lehet, hogy kapok érte egy copyrightot, de leszarom. Semmi. Ja, nem várja, persze le van némítva a stream, nem hallom, de nem is akarom hallani, mert akkor meg magamat hallom vissza, meg magunkat hallom vissza. Úgyhogy jó van ez így. Annyit még csinálok, hogy a mentést betöltöm. Várja, melyik volt a legutolsó időben? Ambience ASMR. Húha, a 2 és valami 22 óra 05 és melyik az? Várja. Második torony kert helyiség. Szerintem mindkettő ugyanaz, tehát sikerült olyan gyorsan mentenem, hogy... Akkor most mégis hallani fogod szerintem a keyboard baszkurálásomat, de mi ez? Mit csinálok? What the fuck am I doing? Ja, itt Na most? mentett el, az teljesen jó. Az teljesen jó, hogy itt elmentettük, mert amikor itt kimegyünk, akkor Az meg Kylie-nával találkozunk. a saját streamemet, a saját üres streamemet linkeltem be a kibaszott chatbe. Én amúgy azt látom, hogy megtartotta a debug safe módot. Na, és ezt te miből állapítottad meg? Azért, mert ahogy körbenéztem a kamerával, folyamatos, és hogyha a karakterrel mozognék, akkor is folyamatos lenne. Tehát nézem live-ba, és amúgy meg a Az... Amúgy meg azért fordult elő az, hogy a dahaka az nem színeződött el ilyen szürke feketébe, hanem színes maradt, mert a debug safe móddal az történik, hogy színes marad a dahaka üldözés. Hát igen, mert képzeld el azt a hihetetlen teljesítmény pluszt, amit generál a dahakának a sépia effektje a gaming laptopon. Sépia, igen, ezt a szót kerestem, köszi. A
gaming laptopod grafikus kártyáján. Ez így felgyullad, amint át kell színezni szép ilyen Én amúgy pályát. meg voltam győződve arról, hogy mikor először találkoztam ezzel a PlayStation 2-n, azt hittem, hogy az a játékverzió hibás. Mert én soha nem láttam előtte a dahakát úgy, hogy szép jó effektel áll. Tehát egy Pentium 4-es gépen játszottam először ezzel a játékkal. Ja nem, bocsánat, Intel Core 2 duós volt már szerintem a gép procia. Nem emlékszem rá így Ár pont. Intel Core 2 Duo. Igen, tehát nem emlékszem erre pontosan, hogy hogy, mint merre, hány méter, de a lényeg, hogy én baszottul meglepődtem azon, hogy szép jó effekt van a DHK üldözések során. Tényleg amúgy egy hangtesztet nézünk? Baromira elfelejtettem. Megpróbálhatod. A te hangod az teljesen jó. Csak a saját hangomat kéne meghallanom. Igen. Az is mindjárt jön. Hát talán egy minimálisan halk vagyok, de nem vészes. Nem. Tudod mit? Nem. Jó. Nem hallottam a saját hangomat, ezért mondtam azt, hogy nem jó. De aztán meghallottam és rájöttem, hogy jó. Szóval, ja, ez teljesen oké lesz. Oké. I am ready. F5-öt nyomok. Én most nézem lesz. Azt, hogy a többiek jönnek a csetbe. Addig ne várjunk, amíg megjelenik valaki, előbb-utóbb úgy is jön majd valaki. Nem, én befejezem a pöfékelést, azt folytatjuk. Fenomenális dolgok történtek a videójáték iparban, és én is fenomenális dolgoknak voltam személyes főtanúja. Arról végül is beszélhetünk akár később is, mert én, amíg nem volt gépem, most már hála az égnek, van 3 hét után kaptam egy cseregépet, úgyhogy építhetem fel a kis birodalmamat a semmiből újra, a homokváramat. De várjál, nekem egy kérdésem lenne. A Rayman 3 beta verziók is elvesztek, amiket leizéltél? Azok nem voltak ilyen pótolhatatlan dolgok, elfent vannak az interneten mindenféle formában, de nem, a kérdésedre válaszolva nem, amik el voltak mentve, azok még a régi gépen is el voltak mentve, de nem én vagyok a Rayman 3 béták egyedüli császára a Sonic X részekkel ellentétben. Nem, azokat bőven, sőt, olyan bétákról is van már tudomásom, amikre még rá sem néztem meg, ilyen Call of Juarez bétákról is hallottam, csak nincs nekem sajnos már időm arra, hogy a Hidden Palace-en egyfolytában lógva töltögessek le különféle bétákat. Tehát konkrétan a Call of War ezzel eljátszották azt, hogy mit tudom én, a Bound in Bloodhoz adtak ki 3 bétát, és akkor az egyik a másiktól 2 hét különbséggel jött, 2 hét különbséggel kompájlolták, de van egy, amelyik 3 hónappal öregebb, és az lenne gondolom az érdekesebb, mert vannak benne olyan dolgok, amik befejezetlenek, stb. Viszont ahhoz Xeniát kéne telepíteni. Xeniát is fogok telepíteni, nagyon sok telepíteni valóban van még a gépen, de egyelőre a bare essential dolgokat, a legalapvetőbb dolgokat fogom rátelepíteni. És most akkor még egyszer utoljára elmondom mindenkinek, aki nem lenne tisztában vele, hogy volt egy mini apokalipszis eventem 3 héttel ezelőtt, amikor bekékhalálozott a számítógép, beadtam garancia kötelességgel szervizbe, visszakaptam 3 hét után egy másik gépet, és hát mivel másik gép, ezért nincs rajta semmi, ezért 2 évnyi munka wipe-olva lett, de szerencsére, mivel pont olyan development ponton voltam a videók készítésében, hogy éppen nem volt semmi olyan rettenetesen 70-80%-ban kész videó, ami elveszett volna, ezért szerencsére nem lettem annyira hátráltatva, mint eredetileg vártam volna, mert talán megtaláltam egy 10 éves archívumba, 10 éves, 2 éves archívumba a régebbi cuccaimat, tehát 12 évnyi adatból csak 2 évnyi veszett el, amikor a régi szargépemből átupgrade-eltem először a mini PC-re 22 áprilisában, attól kezdve vesztek el az adatok, de a 22 előtti adatok a mai napig megvannak, azokat is ki kellett újra válogatni, mert van közöttük egy csomó szemét, de az egész nap ráment, nem ehhez már sikerült, és most majd jöhetnek a programok, mint a Vegas, meg az Audacity, amiket még feltelepítek, és jó lesz minden. Yeah. Még annyit hozzátennék azért ehhez a folyamathoz, hogy abban az esetben szoktam gépcserét adni, vagy jobban cserélni magát a terméket, hogyha ugye a garanciális ügyintézésnél a gyakorlatilag
A működőképes állapot visszaállítása az, amit elsőként alapnak vesznek. Hogyha ez nem javítható, ugye a te esetedben nem volt javítható a gép, ezért kaptál csere gépet, egy teljesen új vadonatúj gépet. Nem tudom képzelni, mi történt vele, és azt mondták, hogy újraindult a garancia, szóval játszhatjuk ezt, bazd meg, másfél évente, egy év, 10 havonta, hogy akkor aha, megint megdöglött a gép, megint kérek egy újat ingyen. Igen, Jó, mert csak most ahhoz... már vagy figyelek. Igen, mert hogyha új terméket kapsz, akkor akkor újraindul a garancia is, abszolút. És lényegében ugye új számla is keletkezik. Tehát ezért van az, hogy elkérik ugye a számlát, ilyenkor a régit. És igen, úgy kell leadni eleve a terméket, hogy számlában. Tehát konkrétan name droppolni fogok, az alzánál nincs ilyen, mert ez egy alzás cucc, nem kellett nekik se számla, se semmi, csak Akkor egyetlen az szám, teljesen ami jó. megvolt. Abszolút, és nem kell. Tehát, hogy én eltettem a biztonság kedvéért azt a WC papírt, amit adtak nekem két évvel ezelőtt majdnem. Egy év és 10 hónapja. Nem bírom megemészteni baznek, hogy a szar Vista matricás gépem 10 plusz évig működött, és ez a hold technológia megdöglött, mi mennyi? 22 hónap után, nevetséges. De nem baj, ezt is nyüstölni fogom, mint állat, hogy kibukjon a hiba és megdögöljön megint. Vagyis, hogy nem cél, hogy megdögöljön, de hogyha meg kell döglenie, akkor az előbb derüljön ki, mint hogy lejár a garanciait. Idő. És természetesen jobban ráállok az archiválásra. Tehát, hogy fogok venni egy terányi Google fel... Mi a franc? Hogy mondják? Google Drive felhőt. Tehát arra mindent, tehát nem tudom, én hetente el fogok menteni, és akkor biztos nem lesz semmi probléma újra. Az akkor hát biztos. Ez volt az első SSD élményem. Tehát engem az öcsém, több öcsém is figyelmeztetett, családom belül már egy csomó figyelmeztetést kaptam, hogy jaj, az SSD-ben az a jó, hogy az annyira gyors, és blablabla, bla, bla, de vigyázzál, mert ha megdöglik, akkor az úgy így megdöglik, mint amikor a 88 és fél éves bácsi csak úgy elvágódik, mint egy zsák az út közepén. Tehát, hogy az a nincs visszaút belőle, az úgy megdöglött és kész, már mint ahogy az SSD-ről beszélek. Igen. Igen, de ez egy eléggé keserű pirula volt, amit le kellett nyelnem, de hát most ez van, most hiába kínlódok vele, nem lesz jobb. És majd igyekszem mentálisan visszakerülni abba az állapotba, hogy újra elkezdjek tudni alkotni, de hát ez... Félúton vagyunk ebben a folyamatban. Ezt szerintem én a magam részéről is livestreamelésre fogom egy kicsit feltüzelni magamat. Lehet, hogy még a hosszú hétvége alatt bekontárkolok valamivel. Pontosan. Mert nem szeretek olyan idegállapotban videókat írni, hogy az a megírt videóból kitűnjön. Volt már erre példa korábban, hogy nem is, hát így cancel-öltem, még sésítettem videókat, mert egyszerűen annyira szarul voltam, hogy az idegbeteg, szuicidőrültnek néztek volna, hogyha azt a videót megcsinálom. És az a vicces, hogy annak a szkriptje a mai napig megvan, azt valaki elolvasná, akkor nem tudom, pszichológiai látleletet készíthetne rólam, de az sosem fog kikerülni, mert azt sosem fejeztem be first draften kívül, és aztán elolvastam egy héttel később, és jutottam el, hogy hát ez nem tudom honnan jött, de ezt soha többé nem akarom látni. És semmilyen formában nem akarom megörökíteni, elég, hogyha papíron létezik, mert amúgy én az első first draftjeimet, ahogy nem tudom, van-e ennek magyar megfelelője, az első verzióját a videoscriptnek azt én mindig papírra írom, de legalább akkor ne rothasszam a szememet a monitor előtt, ahogy az első verzióját írom, kitalálom a dolgokat, és utána a végleges verziót Wordben legépelem a kéziratból, igen, így hívják. És akkor most a következő videó az úgy áll, hogy van egy befejezett kézirat, amit majd Wordben fogok véglegesíteni, és amikor véglegesítem Wordben a kéziratot, akkor szoktam felvenni közben párhuzamosan, és talán még akkor is változtatgatok rajta. Na most például a befejezett videóknak a kéziratai elvesztek, amiket 22 után csináltam az egyórás videóké, de ez azért nem izgat engem, mert ezek a videók be vannak fejezve, szóval who cares, nem baj, tök mindegy. Meg azt hiszem, egyet-kettőt elmentettem OneDrive-ra, vagy a OneDrive automatikusan mentette el őket, mindegy. A lényeg az, hogy annyira nem nagy tragédia, hogy ezek elvesztek. És olyan dolgok, amiket sajnáltam volna, azok szerencsére megvannak például. Hát az intro videót azt nagyon sajnáltam volna, hogyha végleg elvész. És van egy-két dolog, ami visszafordíthatatlanul elveszett, de valamilyen szinten minden rekreálható, és nem megy
Ezek ilyen sokkal későbbre tervezett projekteknek a cafatjai, mert én szeretek előre dolgozni, meg előre vágni, hát elég sok előrevágás, sőt az összes előrevágás elveszett, de no problem, újra vágható, csak arra kell vigyáznom, hogy mindent elmentegessek párhuzamosan máshová, hogy ha legközelebb felrobban az SSD-m, akkor ne történjen ilyen probléma. Ja. Na jó, ennyi. Igen. Közben rájöttem, hogy be kéne dugnom a laptopot töltőre. Most... Na, ahhoz képest egész jól megy, hogy nincs áramon. Ha. Nem, mert jó az aksia viszonylag, tehát ilyen közép jelleggel. És most kaptuk meg a Lion's Sword-ot. Ami... Mi ez? Amiben, hogyha... Ja, hogy te tegeltél engem, hogy kétszer posztoltuk ugyanarra a Discord szerverre. Ja, jó, bocsánat. Nem baj, így beleverjük mindenkinek a fejébe, hogy mi most live-olunk, és kész. És egy másik dolog, amire kiszerettem volna térni, mielőtt az oroszlán kard, mielőtt belevágunk abba, amit beszéltünk, az a nagyon undorító dolog, ami belengi az egész ipart. Igen, erről mindjárt, beszéljünk, persze. Mielőtt én elkezdek ugrabugrálni. Mindjárt, csak először, én még beszélek valami másról, nyugodtan ugrabugráljál addig, mert ez sem egy rövid dolog. Játszottam, azt neked nem mondtam, igen, az azóta történt, hanem azt másnak mondtam. Én azt az időt, amíg a gépem visszatérésére vártam, backlog tisztogatással töltöttem el, és hát játszottam egy-két játékkal, bassza meg, de játszottam egy-két játékkal. Ezt szerintem neked mondtam esetleg chatben, nem a live-ban mondtam utoljára, hogy kipróbáltam a Shenmue-t, végre valahára kipróbáltam, lehet, hogy mondtam, lehet, hogy az előző live-ban már ki volt próbálva a Shenmue, nem emlékszem, megmondom őszintén. Kipróbáltam a Call of Juarez The Cartelt, azt szerintem, ezt mondtam. Ez most nem villant, hogy mondtam. Mondtad. Igen, a zenéről beszéltünk, mert azért villant be, mert pontosan ebben a szobában voltunk akkor is, amikor beszéltem a soundtrackről. Igen. A Call of, igen, tehát az, igen, ez bejött a Vietnam flashback, úgyhogy ezt nem mondom. És akkor a Shenmue-ról is valószínűleg lehet, hogy volt szó, nem? De volt szó, volt szó a Shenmue-ról. A Cartelt játszottam előbb. A Cartelt játszottam előbb, és utána a Shenmue-t, azt hiszem, igen. És harmadiknak viszont, abban az biztos nem került szóba, mert aztán utána játszottam, amikor kipróbáltam a Bajonettát 360-on, és hát nem volt rossz. Ja, a Bajonetta a zseni. Kicsit furcsa volt, van egy ilyen, nem tudom, tisztában vagy a bogár élete, nem tudom, mi volt a bogár élete szituációval, a Bugs Life, és volt egy Dreamworks-ös film, ami párhuzamosan jelent meg majdnem egyszerre a bogár életével együtt, és azt a Dreamworks csinálta annak meg. Nem tudom, mi volt a magyar címe, de az angol címe az volt, hogy End Z-vel. És akkor volt ott egy ilyen hisztéria, egy ilyen mondva csinált fiaskó, hogy hú, ez a két hangyás film egyszerre jelent meg, akkor melyik koppintotta melyiket? Véletlenül sem feltételezte egyik oldal sem, hogy jó, hát ez csak egy abszolút véletlen volt, mert ilyenek azért megtörténhetnek néha. Hallottál te erről, amikor megjelent a Bogár élete, hogy volt az a másik hangyás film is? Volt a mit tudom én, újra mutogatás egymásra, hogy hát ezt most te csináltad előbb, vagy ki koppintotta kiről az ötletet? Hallottam ezt, de már nem emlékszem, hogy mi volt a másik film, megmondom neked őszintén. Mondom, én sem láttam, csak ezek a nagyon, hát most ez egy ízlésbeli helyfoglalás lesz részemből, előre is elnézést mindenkitől, akit ez megsért, de az a kurva ocsmány Dreamworks animáció, ahol minden hangyának ilyen elnyújtott feje volt, és azt hiszem, hogy barna volt az összes. Ha jól emlékszem, mert a bogár életében meg mindenki kék meg zöld volt a hangyák közül, és a sáskák voltak sárgák. De az a lényeg, hogy ez a két film egyszerre jött ki majdnem egy időben, és volt hisztéria, hogy melyik koppintotta melyiket. Én sem láttam az Entz Z-vel című filmet, csak képeket és talán egy-két jelenetet láttam belőle. Gyereknek is túl rondának találtam, gyerekként is túl rondának találtam a karakterek kinézetét ahhoz, hogy egyáltalán foglalkozzak velük. Bár lehet, hogy Nem, az a helyzet, hogy most sem érdekel ahhoz eléggé, hogy megnézem, na de azért akartam ezt így elmondani az elején, mert ahogy a Bajonettát játszottam, egyre másra, legalábbis az első felében, de aztán hát ez az érzés az egész végigjátszás belengte, az a
az impresszióm volt, hogy Banyeg, ez nagyon hasonlít a Devil May Cry 4-re. Tehát egy alapfelállásban, ellenfél dizájnban. Azt nem tudom, hova kell tovább menni, de nyugodtan mondjad. Talán még soundtrackben is, milyen jó lett volna, ha nem vágják ki a Prince-nek itt a izéit, a hercegnek a dumáit, hogy nem szabad erre mennem, nem ez a sorsom, erről is szó volt a előző streamben. Igen, előző streamben szó volt. Lehetett volna így egy kicsit navigálni a játékost indirekt módon. Igen, szóval nagyon gyanús volt nekem az, hogy a Bajonettának az első fele konkrétan, meg ugye az egész, az összes ellenfél design, meg hát az alapfelvetés annyira nem, hogyha az ember egy kicsit elmerül a háttér sztoriban, de az ellenfél design, soundtrack és a helyszínek legalább a játék első felében rohadtul hasonlítanak a Devil May Cry 4-re, olyan szinten, hogy meg voltam győződve arról, hogy az egyik a másikat koppintotta. Nem hittem el, hogy ezek nem több év különbséggel jelentek meg, és nem használta az egyik inspirációra a másikat, de aztán utána én azt hittem, meg voltam győződve az első végigjátszásomig szentül, hogy a Bajonetta az 2006-ban jelent meg, de nem, 2008-ban jelent meg, ugyanabban igen. Talán egy év volt maximum a Devil May Cry 4 és a Bajonetta között, ergo nem igazán lehetett lehetőségük arra, hogy koppintsák egymást, és mégis nagyon hasonlítanak egymásra. De hát azt én hozzáteszem, hogy a Resident Evil 4 eredetileg a Devil May Cry lett volna, mert hogy gyakorlatilag olyan karaktert találtak ki a Resident Evil 4-re, ami igazából rájöttek, hogy ezt így nem kéne így ebbe a világba, hanem akkor inkább legyen az, hogy akkor egy külön játékot csinálunk belőle, és így lett külön Devil May Cry, amúgy. Hogyha ezt nem tudtad, akkor meg kell nézni, hogy a Devil May Cry alkotója. De ezt tudtad, hogy konkrétan a Devil May Cry mint franchise lett, azt hiszem, a Resident Evil-ből, hogy a Dante eredetileg Leon volt, csak kitaláltak hozzá valamit, ami nem illett, igen, Leon karakteréhez, vagy valami ilyesmire emlékszem. Viszont a Bajonetta, mint játék tetszett. A sztoria egy kicsit olyan nyögvenyelősen lassan volt elmesélve az első felében a játéknak, de aztán a második felében olyan kurvára felpörgött, hogy csak kapkodtam a fejemet. Tehát először elég uncsi volt, ahogy az amnéziás főhős próbálja a múltját felfedezni, és mindig ugyanazt a szaros 20 másodperces flashbacket játsszák le, csak fél mondattal több van benne minden lejátszással. Az egy kicsit irritáló volt, de aztán nem tudom, nem sikerült elosztani a történetmesélést ilyen egyöntetően a történetben, kiegyensúlyozni a történetmesélésnek a mértékét, mert így minden szaftos dolog és minden izgalmasabbnál izgalmasabb, nagyobb történés az a második felében történik a játéknak, és akkor tényleg csak kapkodtam a fejem. Zseniális volt, és mivel a Sega adta a pénzt a játékhoz, azért dugig van szegás zenei referenciákkal, amiken szintén nagyon jót derültem. Igen. Régi Space Harrier meg Afterburner élvezőként ez nagyon jó volt, mert kellemes meglepetés volt. Mondjuk az is igaz, hogy tényleg ez aranyos volt, de voltak pontok, ahol mit tudom én, amikor már negyed órája vagy az Afterburner pályában és kíváncsi lennél, hogy alakul a történet, az már ugye egy kicsit majdhogy nem irritáló volt. Nem mondom, hogy irritáló, mert mondom, pozitív kellemes csalódás volt, hogy ilyeneket raktak vele. Gondolom a többi részben nincsen, mert azok mögül a Sega már kivonult. És hát nem szeretném, hogy elszpoilerezz nekem, de miután befejeztem a játékot, kurvára nem értem, hogy van második és harmadik rész. Mert így konkrétan a játék végén megöljük Istent, tehát hogy így onnan hová megy tovább a történetvezetés, mert így mi Kill God, és akkor így jó. Mert igen, tehát hogy ja. Mondjuk, ha van Isten, akkor remélem úgy néz ki, mint a játék végén, mert hát esendő ember vagyok. Sokáig tartott, negyed óráig tartott kinyírni a boss-t, a végső boss-t. Mindenféle bullshit, zseniálisan bullshit támadása van. És volt egy-két pont, ahol tényleg így felkaptam a szemöldökömet, mert az utolsó előtti boss, az mindig újra töltötte az élet erejét. És háromszor megdöglöttem, kétszer megdöglöttem az ellene vívott csatában. Ennyi. És a harmadik alkalommal mindig újra töltötte az életét, és mondom, jó, biztos csinálni kell valamit, amitől meghal, vagy mit tudom én, háromszor, négyszer, ötször kell lecsökkenteni az életét nullára, és akkor utána tényleg megdöglik.
De a harmadik alkalommal levittem el egyszer egy nekifutásra az életerejét, és utána megdöglött, és nem értettem, hogy mi a fasz történt. Tehát, hogy harmadik alkalommal sosem döglött meg azelőtt, mindig levittem az életét, és újra töltötte. És a lehet, hogy véletlenül valami checkpointot átcrossoltam a meghalás előtt a sokadik próbálkozásnál, de az a helyzet, hogy egyszerűen megdöglött a harmadik próbálkozásnál. És máig nem értem, hogy miért, vicces volt, de hát a lényeg az, hogy legyőztem. Rankolások nem érdekelnek, hidegen hagynak. Amúgy a Bajonetta a 3 az meg ilyen multiverzumos történet. Akkor most már értem. Jó, akkor igen, amúgy eljutottam az óratoronyig, tehát most megyünk be. Hát akkor jó felé megyünk. Igen. Szóval a második rész... És most jön, tudod ki? Tudod ki jön most. Nagy darab. Igen, tudom, beengedő ember, ahogy mondják ezt magyarul. Igen. Jó, azt hittem, hogy meg tudom fogni ezt a peremet. Nem. Mire gondoltam én? Megenged. Mit szerettél, milyen speedrunos taktikát szerettél volna alkalmazni? Leveted magadat az erkélyről és szétplacsansz a földön? Valami ilyesmi. Zseniális élmény ezeket a speedrunnereket nézni, ahogy ilyen fasságokat találnak a játékban, hogyha bizonyos szögben neki támaszkodsz a falnak, akkor mit tudom én, 10 másodperc után átesel rajta meg ilyenek, nem tudom, hogy kinek van ennyi ideje és ennyi eltökéltsége, hogy ezeket megtalálja egy játékban, de méltányolom ezt a motivációt. Zseniális. Amiket a speedrunnerek találnak, nevetséges. Ja, mindenkit meg szóval... kell ölnöm, és akkor... Aha. De akkor ezek szerint a második játék még az univerzumon belül játszódik, ami szintén vicces. A másik, sokadik dolog meg, hát ő... A játék önmagában a bejátszásait elvesztegeti ennek az amnézia plotline-nak az elmesélésére, de közben van egy rahedli, egy hegynyi lore, amit mind az összegyűjtögethető szaroknak az elolvasásából tudsz csak meg. Végvittem a játékot, és arra gondoltam, hogy hú, hát ez a második felére tök jól felpörgött, és nagyon örülök neki, de azzal aztán elkezdtem olvasni az unlockolható cuccokat, és zseniális, tehát ugye egy udva sok lore van ebben a játékban, amiről említést sem tesznek szinte a cutscene-ek, és csak akkor szerzel tudomást róluk, hogyha elolvasod az unlockolt gyűjthető szarokat. Amúgy mindent megszereztem szinte első próbálkozásra, egyetlen egy ilyen naplót kivéve. Meg is öltem. Ja. Figyeld! Ennyi volt. Csak nem easy módon játszol. Nem, ez normál. Hát, lehet, hogy lesz, de én emlékszem, hogy ennek lennie kéne egy izének. Kéne lennie egy... Lehet, hogy az a Two Thrones-ban van, hogy van életcsíkja. Ja, igen, de ez ebbe nincs. Ebbe ja, nincs. Lehet, hogy ők is azt gondolták, hogy ez túl egyszerű, és aztán felturbozták a Two Thrones-ban, mert ott azt hiszem Earth Golem-nek hívják, vagy mi a tököm, de ugyanez a modell, csak kicsit más dizájnnal. Ja, nem! Az itt van benne, és múmia. És ugyanilyen kialakítású, és lesz életcsíkja. Lesz egy lift, amit használnunk kell a játék során, és akkor lesz. De jól emlékszel. Igen, de itt múmia fog lenni. Nem ez. Nem ez, de ugyanez a modellt használja, csak átszkinezve. Én egy év kézláb múmia játék, nem bánnám, ha még mindig lenne idő csinálni utólag. Az ötödik elemnek is, mit tudom én, 10 évvel a film megjelenése után csináltak még játékadaptációkat, szóval abszolút nem bánnám, ha valaki fogná magát és előjönne itt a sötét sarokból, fogná magát egy... Miért mondtam kétszer ezt a szót? Szóval előjönne egy sötét sarokból, prezentálná magát, hogy kompetens játékfejlesztő vagyok, és csinálok ennek a teljesen alulértékelt és kihasználatlan film IP-nek egy licenszelt játékot. Apropó... Itt nem szoktam időlassítást használni, tehát meglátjuk, hogy sikerül-e átugranom. De hát, ha nem szoktál, ez azt jelenti, hogy szokott sikerülni, és... Uh-huh, igen. Viszonylag gyakran most a játék izéket, mentési pontokat, azt nézem. De sikerült elsőre, figyeld! Kiszámoltam. Fogsz te még Warrior within speedrun-olni? Hát...
Meg amikor 30 perce csapatsz egy próbálkozást és egy félreszámolt poligonról elrugaszkodás miatt megy kukába az egész run és az egészet előről kell kezdened, hát amikor amilyen fejet ezek ilyenkor vágnak. Zseniális. Nem, én... Szegénykéim. Én egy valamit tanulnék meg speedrunba. Volt egy idő, mikor akartam volna speedrunolni, de én egy valamit tanulnék meg szívesen speedrunba. Az a Republic Commando. Na, tehát olyan játékot kell megtanulni speedrunban, amit ha álomból felkeltenek, azonnal vágod. Én is, mit tudom én, hát a Sonic Heroes-t nem tanulnám meg speedrunban, mert túlságosan rohadt hosszú, de most, hogy mondod, nem tudom. Tehát, hogy ha egy ültében kell kivinni a játékot, akkor nincs, nem nagyon van olyan játék, amit nagyon szeretek és elég rövid ahhoz, hogy egy ültében kivigyem. Igaz, nagyon szeretek egy ültében, ha van rá lehetőségem és türelmem, amivel általában rendelkezem, kivinni játékokat. Tehát, hogy mit tudom én, szerintem a Sands of Time-ot egy ültében vittem ki, amikor lelájvoltam. Igen, tehát hogy nem volt második rész. Figyelj, hanem... azért nagyon tömény élmény a Wario Within, tehát én az biztos, hogy semmi esetre sem szórakoznék ezzel így, hogy... Meg a Harry Potter játékokat is, igen, tehát hogy az Azkabani fogoly PC és PS2-es változatát is külön-külön egy ültében vittem ki. Amúgy most nagyon, nagyon ösztönösen megyek, tehát nem tudom, hogy mit kell csinálni, csak... jó van, nem ezt akartam. Köszönöm, én fel akartam ide futni. Ja, jó van. De, hát, hogyha véletlenül pont arra mész, amerre kell. Arra megyek. Csak megint ez a... Nem tudom körbe menni a peremet, mert ott van egy ilyen kis szar. Pop. Pont nem értem el. Mindjárt megoldjuk. Ja. Volt egy... Megvárom, még visszamegy. És azon gondolkodom, hogy ettől is lettek flashbackjeim, hogy jaj, hát persze. Egyik kedvenc példám, sőt most éppen az egyetlen példám arra, amikor mész egy helyre, azt hiszed, hogy a történetben haladsz előre, de kiderül, hogy mégsem. És csak valami teljesen opcionális health upgrade, meg ilyen gyűjthető vacak van ezen a helyen. Sorry, vagy egy. Igen. Nem játszottam vele sokat, de amennyit játszottam vele, így is elég volt ahhoz, hogy ezt a részét megkapjam az élménynek. Tehát, hogy megyek körbe-körbe, mert csak ilyen nagyon-nagyon sejtelmesen mondja el az Elder God, hogy hová kéne menni, kezd meg utadat kelet felé, és keleten megleled a választ a kérdéseidre. Ha kelet felé indulsz, akkor történeted újabb állomását fogod megtapasztalni, és akkor elindulsz kelet felé, de két felé megy az út, és véletlenül jobbra helyett balra mész, mert ahhoz volt több kedved. Szarakodsz 20 percet, és csak egy, mit tudom én, egy... akármilyen kinézis mozdulatot kapsz. Az erő veled van, de minek? Hogyha úgy sem kell kinyírnod senkit ahhoz, hogy haladjon a történet. Csak elég elszaladod az ellenfelek mellett. És megölt, nem ölte meg a kutyákat. Ó, bazd meg. Azok kutyák akarnak lenni? Igen. Láttam róluk a koncepciós rajzot, és megmondom őszintén, nem emlékeztem, hogy a játékban vannak, mondom. De, vannak. Igen. És robbannak. Robbannak. Egyre jobb. Igen, lehet, hogy kicsit belenyomott alatba az a tény is, hogy mondom, 13 éve játszottam ezzel a játékkal először, és azóta is utoljára. Nem baj, most már, most hogy itt vendégszereplek nálad, nekem legalább nem kell kivinnem ezt a játékot, hanem majd én egyből felveszem a lantot és a túltronzzal fogom. Ennyi. Remélem meghívsz a Tutronsra. Abszolút. Jó is lenne. Viszont ne lepődj meg, gondolkodom közben, nem tudom, hogy mit fogok streamelni legközelebb, de... És nem tudom, hogy hogyan fogom streamelni, de próbálom kitalálni. Most lesz rá egy pár napom, mert meghosszabbítottam
a hosszú hétvégét egy kis Szabival. Lesz lehetőségem brainstormolni és dolgokat csinálni, meg gépet restaurálni. De nem biztos, hogy a következő Harry Potter játékba meghívlak, már ha az lesz, amelyik gondolom, hogy lesz. Melyik? Még nem tudom pontosan, de van egy Harry Potter a játék, sőt azon kívül gyakorlatilag az összesben szívesen látlak, csak nekem az, amelyiket tervezem kivinni, az egy első élmény lesz, és ott én kíváncsi vagyok a reakcióimra. A hetedik? Nem a hetedik, nem. Akkor melyik? Én most a izén gondolkodom. A második PS1-es verzióján. Nem az, hogy sajnálom, félreértés ne essék, hanem azzal lesznek problémáid. Hogy érted már, mint hogy emulálva? Nem, játékélménybe, tehát én kipróbáltam a PS1-eseket is, és így kicsit sikongattam, hogy... Annál jobb. Minél nagyobb a cringe, annál jobb a reakció. Igen, cringe-es, de nem mondom azt, hogy végigjátszottam őket, mert nem. De... Hát én végig fogom. Lehet, hogy az lesz a következő játék, amit kiviszek, szóval nevet zokon, de én azt szólóban fogom nyomni. Viszont legalább egy Harry Potter játék van, ahol mindenképpen számítok a jelenlétedre, és abból az egyik, legalább az egyik, az a magyar hatodik rész, azt hiszem, az ötödik rész, igen. Az ötödik rész, ami magyar szinkron. Arra tudok pofázni. Én nem bírok arról a játékról beszélni egyedül szerintem, tehát hogy az annyira leül félúton, hogy igen. Valószínűleg beszélgető partner nélkül elvérzek. Nem minthogyha nehezemre esne beszélni a semmiről, de azok a gyűjtögető questek, meg a találd meg ezt az embert, meg azt az embert, és gyakorlatilag a játék fele ebből áll, hogy körbe-körbe megyünk, az... Nem. Szükségem van a jelenlétedre hozzá. Az semmi probléma, mert amúgy szerintem az ötös meg a hatos lapos. Én el voltam a hatossal, amúgy kontrollerrel kibaszott szívás potiont keverni, mert mindig félreejted, mert én PS2 játszottam ki, és az analókkal az rendszerint képes volt túlérzékenyen reagálni dolgokra, és így tudod, így az üst mellé repült patkányizé, hús, meg egyéb. Én egyszer kivittem 360-on, nekem ott nem volt vele problémám, de megmondom őszintén, hogy nekem ettől függetlenül is jobban tetszett a hatodik az ötödiknél, mert ott legalább annyira kevés ötletük volt a játék, annyira kevés játékmenet dizájnbeli ötletük volt, hogy inkább úgy voltak vele, hogy faszom az egészbe, akkor ne is nagyon legyen itt játék. Tehát az, hogy a Harryvel ott rohangászol ebben a kurva szar halánték nézetben, és az egész játék arról szól, hogy vagy löttyöket keversz, vagy követed a félig fej nélküli Nicket. Ez zseniális. Tehát, uh-huh. De még így is izgalmasabb volt. Nem is izgalmasabb, hanem talán... Hogy mondják ezt? Magyarul merciful, kegyelemmel teljesebb volt az ötödik rész túlnyújtott gyűjtögető questjeinél. És a zene is nekem jobban megmaradt. Tehát az, amikor a Ron beszopja a szerelmi bájítalt, és a Ronnal kell menni, mit tudom én, 5 percig követni a Harryt, az is a hatodikban van, és akkor egy ilyen nagyon hülye trombita szóló megy a háttérben, az imádnivaló volt. Most basztam el. Az faszom, meghaltam. És megmondom őszintén, nekem a hatodik rész, hatodik játékban Harry Potter teljesen úgy nézett ki, lehet, hogy ez csak a saját headcanonöm, mint Brendan Fraser, tehát egy szemüvegben abszolút ráhasonlított karaktermodellje. Pedig szerintem azt is facecannelték, mint az ötödiket, de az ötödiken nagyon látszik, hogy ilyen korai kezdetleges facecan technológiát használnak. Miért beszélek a Harry Potterről, amikor arról majd abban a streamben kell beszélni? Hát figyelj, a robokutya nem hagyta magát. Van ez így. Nagyon jó házőrző lenne belőle. Elegem van a kutyákból, úgyhogy kiskippelem őket. Hogy tudod skippelni őket? Nem tudja, hogy van egy másik módja annak, hogy ne foglalkozz velük? Hát leszorom őket és átugrom a szakaszt.
Ja, persze. Azt hittem a falon lévő kutyáról beszélsz, mert azt Ja, szerintem ott nem, ott meghaltam, ugye, mert az a gond, hogy le kell ütni őket a falról jól időzített támadással, mivel nem is lenne alapvetően gond, csak már akkor is leesel, hogyha mielőtt ütköznél vele, és azért így ennyi év gyakorlatából, úgyhogy évek óta nem játszott ez a játék, azért köszi, hát nem emlékszek már a pontos időzítésre ezzel kapcsolatban. De azt hiszem ebben a játékban el lehet dobni a fegyverünket, gondolom arra a játékfejlesztő nem gondolt, hogy ezzel el is találhassál valakit, vagy igen. De amúgy le lehet, tehát most vettem fel egy kis tört, mert mindegy, nem gondoltam át eléggé, És hogy akkor azt ubulhoz nekivágod, akkor az úgy működhet? igen, le fogja verni. Ah. Csak szopó. Interesting. De ezért nem szeretem ezt az óratornyos szakaszt, ezért szoktam mindig a kertbe kezdeni, mert az jóval egyszerűbb ennél a szarnál. Lehetőleg ne az oroszlán kardot vágd hozzá, az nem Azt nem tudom szurkolható. hozzávágni. Tehát nem, csak mindig a másodlagos fegyvert tudom hozzávágni. Azért gondoltak erre a készítők, tehát annyira nem vész. Meg nem egy olyan hú, de meg jó a checkpoint rendszere a játéknak. Oké, lehet, hogy nem az ilyen mai checkpoint rendszer, hogy minden szírszarba berak, de nem is annyira katasztrófa. Azért elég sok volt a izé, a kút itt most ezelőtt. Ennyi. Így, ha legalább összeomlik a játék, akkor nem kell annyit újra játszani. Igen. Itt igazából tudod, az a szar a változó kamerák miatt, hogy nem mindig tudsz úgy kivitelezni ugrást. Tehát, hogy így nagyon jól kell időzíteni, és ez a játéknak a nehézsége. Tehát nem azt mondom, hogy a hitbox rendszere nem egy extrém módon kidolgozott, mert nem, de problémás az időzítés. Látod, itt van Bukesz, és most hozzávágom ezt a szart, és le is esett. Ennyi. Tehát simán meg lehet ölni. Csak Ezt a gameplayt nem mutasd meg a Rex kutya otthon munkatársainak. nem terveztem. Amúgy most láttam teljesen véletlenül, hogy a Wikipédiának már nyílt hivatalosan is magyar képviselete, és Igen. nekik már konkrétan lehet adózni, és van adószámuk. Ez nice. Oh, nice, most láttam a dobos trükködet. Ja. Dobálós trükköt. Hát ez egész meglepet. Most már nem fogom akkor elpoénkodni az adózást. Ja nem, várjuk csak, de el fogom poénkodni, mert idáig a vallási szervezetes részét poénkodtam el. De a Nem. másik, az alapot, azt mindig olyas valakinek adtam, akinek én úgy gondoltam, hogy az szerintem biztos megérdemli. De hát biztos van 10 másik olyan is, de én azt találtam. A vallásos részét el szoktam poénkodni, mert ott az ember mindenféle szent fazekak sorban állnak nekem, és mondják, hogy áh, én jobban megérdemlem, nem, én érdemlem meg jobban, mert én imádkoztam többet az Istenemhez, mondom. Kus legyen, kiválasztok Ennyi. egy random szervezetet a listáról, a kedvencem, tehát idáig az egészet úgy faszkodtam el, hogy megnéztem az első szervezetet a listán, és volt egy ilyen, hogy Ankh, az örök élet egyháza. És tényleg egy Ankh volt a szimbóluma. És ha rákerestek Wikipédián, vagy Google-ön, magyar Wikipédián, azt fogjátok róla találni, hogy az Ankh örök élet egyházát, mit tudom én, első blablabla, első Ankh György alapította, aki egy ilyen random fószer. És hát nem tudom, hogy tényleg örök életet ígére, mint az MKKP, meg ingyen sört. De amikor megpróbáltam az oldalukat megtalálni, akkor találtam egy linket a Wikipédián, de 404-es errort dobott be. Ettől függetlenül a NAV elfogadta, hogy nekik adjam a vallási szervezetes adó 1%-ot az Ankh az örök élet egyházának. Hát, hogyha megszentelnek az egyiptom istenei, Osiris és társai, meg ezek. Ennyi. De az első próbálkozásnál, abban az első évben, amikor ez eszembe jutott, sikerült, de a másodikban már sajnos, nem tudom, hát most vagy lecsukták szegény első Ankh Györgyöt adócsalás miatt, vagy egyszerűen kivonult a szegénykém az egyházából, mert amikor másodszorra is megpróbáltam az Ankh az örök élet egyházának adni a vallásos 1%-omat, akkor visszaírtak ügyfélkapun, hogy hát az a helyzet, hogy sajnos már ez a vallási szervezet nem létezik, úgyhogy
Szíves engedelmeddel egy randomizált egyháznak küldtük el az adód 1%-át. Tomi valami táltos természetvallás egyháznak, szóval megnyugodtam, hogy véletlenül sem valami komolyabb dolognak, hanem a kegyes földanya, kegyes holdanya helytartói kapták meg a kegyes 1% potlékomat. Igen, Tom István a király, de... Igen, ezt kegyes földanya, kegyes holdanya. Igen. Szóval a természet egyház természet búvárai kapták meg az 1%-omat, de hát ha ez így megy, akkor a következőt lehet, úgyis most lesz esedékes, nem sokára már kapom itt a szólingatásokat, meg munkáltatótól megkaptam az összesítést, hogy lehet, hogy a Wikipédiának adom, de az a helyzet, hogy akinek idáig adtam, az szerintem továbbra is nagyon rászolgál, hogy nem droppolom őket, én a Hortobágyi Madárkórháznak szoktam adni az adom 1%-át, vagy az állatkertnek felváltva budapestinek. Ó, hát ők igen. De ők... Hát azt nem fogom elpoénkodni, de a vallási részét elpoénkodom továbbra is. Kedvenceim, az éppen aktuális kedvenceim a krisnások YouTube reklámaikkal, ahogy izé mutatja az ipsét, ahogy viszi a búzamagos zacskót, zsákot, hogy mi aztán megdolgozunk, érte mondom, bazd meg. Bra, azt hiszed, hogy te vagy az országban az egyetlen, aki magos zsákot tudsz cipelni, vagy mi a faszom? De jó, oké, jó tudni, hogy legalább valaki dolgozik még erre felé. Valaki még végez fizikai munkát, megsugom. Nagykegyesen én is cipeltem már egy kevés búzás zsákot. Nem egyszerű és nem könnyű valóban, de... Csak ezért nem fogom komolyan venni a koncepciót. Bah, sorry, de nem, hanem... Keresek valami más, azt hiszem ismerősöm mesélt arról, hogy van, vagy legalábbis amikor mesélte, akkor még létezett magyarországi Go egyház. A Go elvileg valami japán társasjáték, és valakinek annyira tetszett az itthon, hogy egyházat alapított neki. Alapítsunk Prince of Persia egyházat, és szedjük be mindenkitől az 1%-ot. És akkor erre az lesz, hogy a víz az gyógyít, a víz az felépít. Mert amúgy azért van az, hogy a mentési pont a víz, mert a perzsa kultúrában ugye a víz a gyógyító életet adó erő. Tehát ezért van az, hogy a víz a mentési pont kvázi. Jó, ez még az épp kézlábabb koncepciók közé tartozik, hiszen ha a Szaharában menetelsz 3 órán át, akkor nehezen élsz túl víz nélkül, szóval... Közben pepékelek egyet. Nyugodtan. Ez egy olyan koncepció, ami mögé be tudok állni. Ez olyan, mint a reinkarnáció koncepciója, hogy jó, lehet, hogy indirekt módon, ha belegondolsz energia megmaradás törvényét illetően, akkor végül is van értelme, mert van. Ha meghalsz, és elrohad a tested a földben, és megeszik a kukacok, és föld lesz belőle, de ezt is mintha mondtuk már volna. Nem, erről még nem beszéltük, de hogy én a reinkarnációról, én úgy gondolom, hogy vannak azért olyan tudások, amiket nem tudod, hogy honnan hozol. Tehát, hogy így, de mégis benned van. És én mindig azt mondtam, hogy én ezért nem tartom elképzelhetetlennek a reinkarnációt, sőt, nagyon is valósnak gondolom, mert vannak olyan dolgok, amiket így egyből tud az ember, emlékszik rá, a déjà vu érzéssel magyarázzam, hogy a katolikus egyház ezt a jelenséget, mikor, mit tudom én, előző életedben voltál Velencében például, és tudtad, hogy az adott sarkon van egy zenebolt, ahol előtte kurvára nem olvastál utána, például az ilyen jelenséget déjà vu-val magyarázva a katolikus egyház, még ők sem tudnak jó magyarázatot erre kitalálni. Én úgy gondolom, hogy van létjogosultsága, van olyan tudás, amit hozol magaddal, és van olyan tudás, amit ugye itt az életedben tanulsz meg. És úgy gondolom, hogy ha megfigyeljük azokat az embereket, akik hogy mondjam neked, nem az önzőségük körül forognak, ők is valahol erre az álláspontra jutnak. És ez szerintem nem egy rossz dolog, mert én úgy gondolom, hogy ezt egy élet kevés ahhoz, hogy kibaszott sok tudást tanulj meg sajátíts el. Én úgy gondolom, hogy ez lehetetlen. Azért mondják, hogy jó pap holtig tanul. Igen. De azt is nem tudom elvetni, és nem is akarom elvetni, hogy van olyan tudás, amit nem ebben az életben sajátít el valaki. Ennyi. Miszticizmustól függetlenül, ha belegondolsz, hogy mi történik a
az szövettel, meg a igen. biológiai erőforrásaiddal halál után nem kell feltétlenül arról beszélni, hogyha az illető nem egy ilyen misztikusabb, minden ilyen dolgokban hívő személyiség, de hát ha vele gondolsz abban, hogy mi történik, akárcsak ha elégetnek, akárcsak ha beássák egy dobozba a rothadó testedet a földbe, megeszik a giliszták, és kiszarják, és abból humusz lesz, és abból meg növény lesz, meg faszóval visszakerülsz a körforgásba, akár úgy is értelmezhetjük ezt, ahogy a reinkarnáció beszél róla. Ez talán az egyik legépkézlábabb dolog, amiben hinni lehet szerintem. Igen, de szerintem nem feltétlen hit kérdése, eleve az élet is maga egy körforgás. Akkor miért ne lehetne a lélek körül is egy körforgás? Á, oroszlán király referencia, oh my god! Még mindig nem láttam az oroszlán királyt, igen. Vagy miért ne lehetne, mert hogy oké, hogy a test körforgását értjük, hogy mi történik, hogy eloszlik a akkor gyakorlatilag a föld humusz tartalmát hogyan növeli maga a test, de mi van akkor, hogyha ezt lelkileg is rávetítjük, hogy lelkileg is van körforgás, és szerintem az egész egy körforgás, de én ezt nem úgy képzelem el, mint egy full van az uraborosz szimbólum, tudod, az a kígyó, aki a saját farkába van. Igen, a 2 végén is ott van. Igen, én nem úgy képzelem el azt, hogy ez egy ilyen fajta körfogás, sokkal inkább spirál, de vannak benne ismétlődő minták. Tehát egy lefelé vagy felfelé haladó spirálról beszélünk, de ez is valahol körforgásnak számít. Tehát ugyanúgy, mint a kvantum fizikánál is, ugye a szűkülés, tágulás, én ugyanígy tudom ezt elképzelni, hogy ez is, itt is így működik. De nem... Amikor kíváncsi lennék, hogyha valami matematikus ember levezetné nekem, hogy a francba számolták ki azt, hogy a világegyetem tágul. Azt én sem tudom, de biztos vagyok benne, hogy van egyfajta tágulás, meg szűkülés. Valaki kiszámolta valahogy, az biztos. Én csak a diffúziós elméletre tudok gondolni, amit az átlag tudomány nem feltétlenül ismer el, pedig létezés se van. Hogy egy anyag olyan körülmények között hogy tud keletkezni, mikor nem kell keletkeznie. És ezt csak ezzel tudom így magyarázni, hogy az én részemről, hogy van egy tágulás, meg szűkülés. Mert a jelenlegi tudásunk szerint a diffúziós elméletet, amit gyakorlatban használ állat, az a pisztolyrák. Azt csinálja, hogy így légbuborékot képez az ollójával, és kilövi a halra, vagy bármilyen élőlényre, amit el akar fogyasztani, arra kilövi ezt a buborékot, csak közben fény keletkezik. Hozzáteszem Marianna árokba. Ami tudjuk nagyon jól, hogy mélytengeri hal is hasonlók. Nem a legfényesebb hely a bolygón, igen. Ja, tehát igen. Vannak ilyen érdekességek, amiket úgy gondolom, hogy ez a dolog magyarázat adhat rá. Arra én is kíváncsi lennék, hogy ezt hogy számolták ki, de abban is biztos vagyok, hogy van összefüggés, mivel hogy nagyon sok minden összefügg az életben mindennel, így ennél is nem tartom kizárhatónak azt, csak hogy... Csak azért, mert mi nem tudunk róla, még nem jelenti azt, hogy nincs összefüggés, ennyire azért nem kell magunktól eltelve lennünk, de majd egyszer talán valaki egyszer rájön. Persze. Azért mondom, hogy... akartam itt felvezetni, de... Ja igen, apropó gondolkodás. A gondolkodásnak a folyamata az a létfolyamat, mellyel a mostani remastereket készítő játékfejlesztők nem igazán foglalkoznak, vagy ha igen, akkor kurva szar munkát végeznek benne. Jaj. A Metroid Prime Remaster az kurva jó lett. Jó, de azt olyanok is csinálták, és nem hiszem, hogy a Nintendo megengedheti magának azt, hogy ilyen... kapnivaló új rekreálásokat dobjon piacra. Nagyon sokan... másokkal. Nagyon sokan ostorozták a Nintendo-t a szigorú jogi szabályai miatt, de valahol meg megértem. Csoda meglepetés, érdekes. Mondjuk, igen, tehát ha a Nintendo konzolom szar játékkal játszom, az valószínűleg third party és nem a Nintendo hibája, tehát Nintendo-nál házon belül nem történhet meg az, ami a közelmúltban sajnos egyre gyakrabban és gyakrabban megtörténik. Valaki mondja el nekem, bassza meg, hogy egy 19 éves játéknak
ami PS2-re jelent meg, és én megmerem kockáztatni, hogy mivel DVD-re jelentek meg, és 4,7 gigánál egyik játék sem lehetett nagyobb, a két játék nincsen együtt 10 giga sem, hogy lehet az, hogy az újrakiadások 40 gigásak lettek? 72,58 giga. Bocsánat, akkor rosszak voltak az előzetes információim, a Steam mintha 40 gigát írt volna. Igen, de platformonként változik. Platformonként változik, tehát a Switchen... 50 gigás. A Switchen 30-valahány gigára emlékszem. 30-valahány giga, de a lényeg, hogy igazából itt amúgy van egy csoport a Facebookon, a PC Guru csoport, én nagyon ajánlom, hogy erről nézzetek. Igen, Steamen 50 gigás. Igen, hogy három szerver van összesen, azt írja a felhasználó, aki kiakadt a játékra. Amúgy nem titok, a Star Wars Battlefront Classic Collection-ről van szó. Most már name droppoljuk azt, hogy miről beszélünk. Tegnap, és tényleg tegnap, újra kiadták a klasszikus Battlefront játékokat. Szerencsére voltak olyan kegyesek hozzánk a forgalmazók, hogy az előző verziókat sehonnan, se Xbox-ról, se Steam-ről egyelőre ebben a pillanatban még nem törölték le, tehát van hová kihátrálni, de bazd meg, kiadtak egy AI upscale-es újrakiadásnak nevezett förmedvényt, igaz, csak 10 000 forintba kerül, csak 30 valahány euró, de akkor is nevetséges, hogy mennyire... 35 euró. Bocsánat, 35,99 euró. Wow. Igen, tehát hogy képzeld el, bazd meg, hogy AI upscale-ed cuccokat adsz ki hivatalból, és pénzt kérsz érte ezt. Bazd meg, felmegyek egy random oldalra, feltöltöm a Prince of Persia Warrior Within összes textúráját, és megcsinálja nekem ingyen, aztán eladom pénzért. Fasz. Igen, és ezt az Aspires adta ki, akiről tudni kell azt, és itt szeretnék egy kis kitérőt tenni, mielőtt folytatjuk a játékot. Ugye az Aspire Games, az ugye kiadta a Republic Commandót, meg neki köszönhetjük a Star Wars Republic Commando, meg a Jedi Outcast Jedi Academy-nek az újrakiadását. És voltak olyan köcsögök, hogy kidobtak egy Heritage Collection-t, amiben ezek az összes játék benne van így pluszban, meg még a Star Wars Force Unleashed, meg a Kotorok a Switch-re, meg úgy minden platformra. Gyakorlatilag tökös kiadásban. Ezzel mi a gond? Ugye a Nintendo Switch-nek van egy olyan kártyája, ami 32 giga pluszt tud tárolni, csak anyagilag, költségileg annak nagyobb az előállítása. És mit csináltak ezek az okosok? Ja, hogy a 16 gigás kártyát használjuk, amire fel van rakva pár játék, de még töltsd a maradékot. Tehát, hogyha te megteveszed fizikai hordozón, akkor a legkisebb terjedelmű fizikai hordozón veszed meg, és a többit letöltheted. Ez miért gond? Tudunk arról például, hogy vannak olyan játékok, amik megszűnnek a digitális éterben, és konkrétan aki megvette, annál is elveszik. Volt erre precedens, nem tudom melyik játéknál, de a Sony-t csinált már egy céget. Igen, az meg a másik példa, a PT. Nem véletlen az, hogy az emberek a mai napig gyűjtenek fizikai hordozó játékokat. Yes. Hát most már mostani játékokkal ezt nem tudod eljátszani, de igen. És gondolj bele, hogy így megveszed, meg minden, és mi van, hogyha Heritage Collection-nél azt mondják, hogy lehúzzák a rolót, és nem tudod letölteni, update-eni. Akkor hát, van egy használható... A Spyro Reignited Collection-nél, amiről azt hiszem beszéltem az előző streamről, hogy nekem az megvan fizikailag, és kurvára semmire sem megyek vele internet kapcsolat nélkül, mert a három játékból egy 1,1 játék van rajta. Zseniális időket élünk. Igen, és ez borzasztó, és szerintem felháborító. Személy szerint nem véletlenül van az, hogy én gyűjtök még mai napig PS2 játékokat, még hogyha szokmodolva lenne is a PS2-n begyűjteném őket. Mert gyakorlatilag mindig fenyegethet az a veszély, hogy előbb-utóbb ezek nem lesznek elérhetőek. Sajnos. De, hát igen, az Xbox-ban mondtam szerintem előző streamben, hogy a 360 store szervereket lekapcsolják, azt hiszem júliusban. Addig be kéne fejeznem a kövvideómat, mert abban is szó esik róla. A PS3 szerverekről nem tudok, hogy a Sony megint előjötte volna ezzel a dologgal, de valószínűleg ha meghal a 360, utána nem sokkal később a PS3-nak is annyi lesz, de szerencsére szerintem már szinte mindent megvettem PS3 digitálisan,
amit szerettem volna, viszont ha már az, ez az Aspyr, vagy mi a franca neve ennek a fejlesztőnek Aspyr szóba került, nem tudom, hogy te mennyire vagy otthon Tomb Raider játékokban. Nem játszottam sose a régiekkel, hogyha ez a kérdés, mert engem az irányítás kurvára felbaszott annak idején. Igen, valami ilyesmi rém lett nekem is, tehát akkor nem tudod nekem megmondani nem veterán Tomb Raider élvezőként, hogy milyen lett a... mert azt is ők adták ki elvileg a, igen, a, igen, az jó, első tudod. Trilógia remastere. Meg az... a Forspán listelén játszottam a PS2-es Wii-kiadás Switch-es verziójával már egy bőfél órát, és nekem úgy tűnt, hogy nem lett rossz, de nem tudom, mennyire értékeljen pozitívunként azt, hogy egy épkézláb játékot elbaszás nélkül újra ki tudtak adni. Ja. Igen, ez a gond. Például akik a Metroid Prime Remastert csinálták stúdió, eszembe nem jut a nevük, de ők adták ki a Last of Us. A Naughty Dog. Remasterét is. És nagyon, nagyon elkúrták. Tehát azt a PC-s verziót olyan szépen elkúrták, amennyire csak lehet. Ezzel szemben a Metroid Prime Remaster az meg évjátéka lehetett volna, körülbelül olyan minőségben megcsinálták, és csak azért nem nevezhető remake-nek, mert semmi újat nem adtak hozzá a játékmenethez. Nem is csoda, mert amúgy annak a játékmenete kibaszottul egyben van. Tehát abba belepiszkálni nem nagyon tudsz, mert annyira jó összetett élménye van, de egy remaster, egy Last of Us 1 remaster PC-s portját hogy lehet úgy elbaszni, hogy shadereket töltsön be, 2,5 óránál hozzáteszem felső kategóriás PC-ken. Nagyon egyszerű, nem portolták rendesen, nem tudnak kódolni, és valószínűleg itt ennyire van csak a kutya állása, tehát nem hiszem, hogy túl kell gondolni, csak egyszerűen nem tudták pontosan mit csinálnak. Ha én a valaha a Last of Us-szal játszani fogok, akkor az úgyis a PS3-as verzió lesz, mert az a játék eredeti víziója, és én igazából arra vagyok kíváncsi, nem a sokadik újraértelmezésre, ahol elvileg még a tudtommal softcore kánont is módosítottak, mert elvileg az eredet, mondjuk ez a PS3-os játékban is kipecselték elvileg, eredetileg a Last of Us-nak a végén lehetett találni valami jegyzetet arról, amit a próbálkozgató orvosok írnak, hogy nem biztos, sőt szinte biztos, hogy nem fog sikerülni az, amit akarnak csinálni a kislánnyal, mert már megpróbálták korábban és elbaszódott a dolog, de mindig szívesen veszik az új próbálkozási lehetőséget, ami egy kicsit realisztikusabb fénybe állítja azt, amit a főhős a játék végén csinál. Viszont ezt a nótot, ezt az összegyűjthető jegyzetet kivágták a játékból, az eredeti játékból is, azután, hogy megjelent a második rész, hogy az abban az időintervallumban, ameddig megjelent volna a második rész, mert így rosszabb fényben tüntethetik fel Joelt, a főhőst, vagyis ugye a felnőtt főhős, na, maradjunk annyiban. Igen. Legalábbis erről tudok, ez elég vicces. Igen, igen. Nem kellett volna a második résznek olyannak lennie, mint ami, és érdeklődve várom, hogy az HBO mit fog kikínlódni a második játékból, hogy hoznak egy ilyen kontinensnyi vastagságú Karu Chajszit, aki valahogy a posztapokaliptikus Amerikában képes ilyen vézna gyermekesen szteroidozni magát két ételkeresés között. Azt igen. Ja, vastagabb a karja, mint a combom, pedig az én combom elég vastag. Elég nagy súlyt cipelnek ezek a T-rex lábak. Na nem baj, nem akartam ennyire személyeskedni, ha így jött ki a lépés. Ez nem baj, jó ez. Zseniális. Ezek a Godzilla testrészeim. Minden esetre, igen, nagyon-nagyon kíváncsi. A Last of Us-nak az HBO-s első évadját, a most már első évad, úgy méltatják, hogy milyen zseniális színészi alakítás, mennyire jól feldolgozta a játékot, és milyen komolyan vette saját magát. Nem tudom, mit fognak majd tudni komolyan venni a második részből, ahol a valamilyen oknál fogva, nem tudom, valakinek biztos a fétise a játékiparban, hogy a terhesnő össze-vissza ugrál és öli a zombikat, és aztán nyomják a Pikachu fészt, amikor a terhesnő nem képes olyan szinten mozogni, ahogy azt a fétisesek elvárják tőle, és aztán valahogy mégis meghal, vagy ennek a spektrumnak a másik oldala az, ami a Wolfenstein New Colossusban történt, hogy a terhesnő félpucélra vetkőzik, és vérben áztatva akrobatikázik, miközben öli az ellent, az is a maga módján elég vicces volt, de mondom, hogy ez
oddly specific ebben a tekintetben. De minden esetre kíváncsi leszek, hogy ezeket az abszurd baromságokat hogyan fogja megpróbálni az HBO feldolgozni. Én nem csodálkoznék rajta, ha annyit mondanának, hogy bazd meg, ez a sztori túl retardált ahhoz, hogy elbasszuk vele az első évadunkat. Kitalálunk egy teljesen másik történetet, az cső. Milyen vicces lenne. Én abszolút adnám. Ennek nem tudom, hogy leesette bárkinek is, de nekem nem jött be a Last of Us 2 túlzottan. A bejátszásait láttam is. Nem érdekel, mennyire próbálod humanizálni az idézőjeles ellenfeleket, hogyha közben egy bejáratott karaktert meg instant megölsz és retardátnak állítasz be. Tehát, mint hogyha Prince of Persia 4-ben a herceg az első 10 percben meghalna, és mit tudom, jönne egy másik, aki egyfolytában azt próbálná veled hitegetni, hogy de amúgy az, aki megölte, az egy jó ember, csak ő jogosan volt dühös. Tudod, mint az Anakin a prikvelekben, amikor mondja, hogy lemészároltam mindenkit, a gyerekeket, a felnőtteket, igen, levágtam őket, mint az állatokat, és akkor azt mondja a fádbé, hogy jogosan voltál dühös. Ki kell belőled adni a haragodat? Mondom, jó, oké, jó, így is hozzáállhatunk, oké, abszolút. Olyan, aztán valahogy mégis sikerült álláspontot cserélni a harmadik részre, amikor már azt mondja, hogy egy olyan útra léptél, amit nem követhetlek. Wow, és eddig hány ártatlan embert kellett bedarálnia az Anakinnak ahhoz, hogy ezt a konklúziót levont. Én nem tudom, hogy merre kell menni amúgy most. Egy Auschwitz az még oké, hát de kettő, az már aztán tényleg túlzás. Hogy most erre kell mennem? Azt nem tudom. Sajnos, csak magamat tudom ismételni, fogalmam sincs, szóval... Meg kell néznem, mert az a gond, hogy kétfelé ágazódik. Na, ezt nem szeretem ebben a... Szerintem itt már voltál, de... Nem, itt nem voltam. De előbb-utóbb úgyis el kell indulnunk aztán visszafelé, ha aktiváltunk valamit, nem? Tehát lesz itt majd backtracking, amit te nem érzel backtrackingnek, de attól az még az. Ha jól emlékszem, de nem biztos, lehet, hogy a játékfejlesztők kitaláltak egy alternatív útvonalat, ahol aztán lehet külön menni. Kíváncsi vagyok. Igen, rá, mert ezt is aktiválni kell, ezzel nincs is gond. Nagyon remélem, hogy nincsenek emberek abban a... Ja? Ja, hogy ezt nem veszi ő izének, live-nak. Jó. Nem tudom, mi történik kötve a csatornámon. Csak kíváncsi vagyok arra, hogy ezt a placeholder live-omat hogyan mutatja. Jó, szerencsére nincs itt senki. Oké, megnyugodtam, csak én. Az várakozás a következőre. Várnak rám, ahogy elindítottam a live-ot egy órája, ami nem live. De odaírtam, hogy ez nem egy live, hanem ez csak egy ilyen placeholder, és várjunk csak. A placeholder szónak van magyar jelentése? Van magyar változata? Szerintem? Ez most jó kérdés. Placeholder. Tudom, hogy mit jelent, és tudom használni is angolban nyilván. De van ennek? Nem, a szótár oldalon is angol mondattal magyarázza a placeholdert. Nem hiszem el, nem. Helyőrző, helytartó, helyfogadó, nem, ez tükörfordítás, ez nem lehet, nem. De szerintem akkor megállapíthatjuk, hogy nincs. Ne, a helytartó az mást jelent, az a izében volt, a izét hívták, mondjuk az sem volt helyes, a baljós árnyakban a kereskedelmi szövetségnek a főemberét, hát nem ember volt az, de mindegy, érted, mire gondolok, a Knut Gunray-t hívták a magyarul helytartónak, és az nem placeholder, nem, az más helytartó tartja a helyet. Helyőrző. Nem. Kell, hogy mondjam, hogy nem. Ennyi. Nem, próbálok valamit kitalálni, tehát, hogy ja, hogy itt egy secret cucc kép volt, jó van. Ideiglenes. Nem tudom. Nem tudom megmondani. De ha valakinek a chatben vagy utólag van valami ötlete arról, hogy a placeholderre milyen magyar szót, csinálunk egy nyelvújítást. Warrior Vitinezés közben, ennyi. Ennyi. Új képet oldottál fel. Gratulálok. Igen, ezt igen, azt mindjárt visszagyaloglok, csak igen. Megyünk, és kiderül, hogy csak egy új kép. Wow, kép.
Imád. Amazing. Igen, tehát, hogy visszatérve a Classic Collection-re, zseniális. Tehát nem elég, hogy AI upscale-elték a textúrákat, hanem az online szerverek sem működnek, és akkor itt voltak ilyen izék, ilyen tartalomgyártók, néztem róluk egy-két videót, hogy próbálták kópolni, hardcore kópolni a helyzetet, hogy jaj, ez csak egy izé. 24 órával a megjelenés előtt kaptam egy sajtós hozzáférést a játékot, ezek biztos meg lesznek csinálva a befejezett verzióban, 24 óra múlva lesz egy day one patch, vagy valami narrátor, de nem lettek megcsinálva, hanem pontosan ugyanolyan szarok lettek, mint amilyenek voltak. Ezek az aspektusai a játéknak, tehát hogy valamiért alapesetben az online módja a játékoknak, ha jól hallottam és jól értettem, lokkolva van 30 FPS-en. Igen, lokkolva van. PC-n, konzolon kell átállítani konzolparancsal. Ha te vagy a host, akkor lokkolva van ráadásul. És azért Steam indítási opcióknál PC-n át tudod állítani arra az FPS-re, ami neked tetszik, emellett pedig alap esetben elvileg ettől függetlenül is laggol, mint a szar a szerver. Jól tudod. Netcode-ot mondjuk volt egy-két YouTube tartalomgyártó, akik a netcode-ot úgy használták, hogy most játszottam vele a hivatalos szerveren, itt jobb volt a netcode. A saját hostolásban pedig nem volt jó a netcode. De a netcode az nem egy olyan dolog szerintem, ami változik egyik helyről a másikra, egyik felhasználásból a másikba, hanem van a netcode, ami vagy működik, vagy nem. Tehát, hogy valószínűleg a játékra gondoltak, és erre jó példám. Tehát, hogy a netcode-nak vannak tulajdonságai, melyek alapján vagy működik, vagy nem, és erre az én személyes példám a Sirius Sam 2, melyet a mai napig imádok játszani. Na jó, játszani azért nem, de imádok mindent rajta, amit megtestesít, zseniális játék. Infantilis humor, soundtrack, változatos környezetek és ellenfelek, imádom azt a játékot a mai napig. És ha rajtam múlna, orba szájba online-oznék vele, de olyan kurva szar a netcode-ja, hogy nem megy épp kézláb módon abban a formájában, ahogy az emberek online játszani akarják, mivel a Serious Sam játékok híresen már a maguk idejükhöz képest nagy multiplayerrel rendelkeztek, ahol 16 ember játszhatott egyszerre, co-ban és deathmatchben is egymás ellen. Tehát egymás ellen például deathmatchben. És ezt a Croteam-nek az első játékaikban, meg a Serious Sam 2 után következő játékaikban is teljesen épkézláb módon sikerült megvalósítaniuk, de valamiért a Serious Sam 2-nek kurva szar a netkódja, feltételezhetően azért, mert a netkódot konzolra írták, és az valahogy máshogy működik a PC és internet hozzáférős mizériához képest. Konkrétan a játék azt még úgy nagyjából kibírja, amíg kettő-négy játékos próbál együtt játszani, de amint kipróbálod maxolni a szervert, esetleg egy event keretében, vagy csak elég sok embert összegyűjtesz, vagy elég sok ember összeverbuválódik egy random szerveren, 16 ember maximum, teljesen szétesik a játék. Orba szájba laggol, valószínűleg a real-time fizika is bezavar, tehát valami olyasmire kell gondolni, hogy a netkódját az előző játéknak átírták konzolbarátra, ami változtatott a működésén. Másrészt meg magát a játék kódját nem, mikor megcsinálták a játék netkódját, nem vették evidenciába a real-time fizikát, mivel a Serious Sam 2 volt az első játék a szériában, ahol real-time fizika volt, és ez nagyon-nagyon bezavart a netkódnak. A toldozott, foltozott előző játékból hozott netkódnak. Egyszerűen nem bírja, és sajnos ezt végül soha nem oldották, nem patchelték meg. Ezért, ha valaki Serious Sam 2-zni akar online, akkor azzal kell számolnia, hogy a négy embernél több játszik egyszerre, akkor nem játszhatatlan online a játék, de hát egy nehezen komolyan vehető és nehezen irányítható élményt nyújt ahhoz képest, mint amit amúgy ideális esetben szeretnék a Serious Sam 2-től elvárni. És hát sajnos már ezt a kijelentést tesztelni sem tudom úgyisten igazából, mert hát egyrészt csak ezért nem fogok egy eredeti Xboxot venni, hogy kipróbáljam a Serious Sam 2 azon, hogyan megy. Másrészt meg már nem létezik az eredeti Xbox Live Service, és amit helyette kitaláltak, az valószínűleg... Hát azon lehetne esetleg kipróbálni, de ez rengeteg felesleges munka egyetlen mondatnyi információért, úgyhogy meg is haltam. Az ember, aki ezt meg fogja bizonyítani. Meg is haltam.
it happens. Nem, ez, én ezért nem szerettem sose ezt a Watch Tower-os pályát, mert szenvedés. Nekem. Tehát hiába jó a dizájnja, egyszerűen egy szenvedés. Üdvözle helletem, Alex Soman köreinkben. Ez van. Hát, ahogy változik az idő, úgy változik a Serious Sam játékokkal kapcsolatos véleményem. Tehát én annó a 3-at nem szerettem a 2 után, mert a 2 volt a kedvencem. De a 4 olyan dolgokat nem bírt megcsinálni, ami a 3-ban meg volt csinálva. Cserébe voltak dolgok, amiket a 4 jobban csinált a 3-nál, szóval a 3-mal szembeni alkalmi ellen szemben az sokat enyhült. A jól öregedett a 3 annak fényében, amit a 4-jel csináltak, mert a 4-nél konkrétan úgy éreztem, hogy nagyon elvétve látok csak pályadizájnt. Nem igazán sikerült nekik pályákat itt konkrétan megtervezniük, ami a 3-nak talán az egyik legnagyobb erőssége. Ellenben a 4-ben olyan dolgok működnek, mint például a szörnykinézet, a nem megdizájnolt pályáknak a kinézete, a színek, az ellenfél kinézetet, az ellenfél dizájnt, azt aztán már mondtam. Igen. Hogy az jobb szerintem, mint a 3-nak. A 3-hoz képest jobb az ellenfél dizájnja a 4-nek, mert a 3 az gyakorlatilag, ahogy tudom, egy Doom prototípusnak, meg egy Rilta, egy hát egy ilyen mondhatni közel-keleti shooter szimulátornak az össze kanalazott szerelem gyereke. Tehát, na, a Crotinról azt kell tudni, hogy a Serious Sam 2 után majdnem megdöglöttek, és kétségbe esetten próbáltak munkát találni maguknak. Bepróbálkoztak az ID szoftvernél is, és kértek, megbeszéltek velük egy együttműködést. Próbáltak nekik csinálni egy Doom 4-et, csak annyira messze voltak egymástól földrajzilag, hogy nem bírták összeszervezni az együttműködést, mert ellenkező oldalán van majdnem a két ország egymáshoz képest, és egyik aludt, amikor a másik dolgozott, nem tudtak konferenciákat, kreatív konferenciákat tartani, de a Crotin azért csinált valamit, tehát a Serious Sam 3-ban találhatók Noom, meg az egyik player modell legalább, meg a izék, a pörgőfejű hústorony, az egy, nem tudom a Doom ellenségnek a nevét, azt nem ismerem. Nem emlékszem a nevére, mindegy, a hústoronyról beszélünk, akinek forog a feje és rakétavetők vannak rajta, a kövér hústorony rakétavetőivel. Még a Serious Sam ellenfélnek a neve sem jutott eszembe, mint talán Berserker? Nem tudom, fogalmam sincs már. Serious Sam rajongónak tartom magam, de nem jut eszembe. De az a lényeg, hogy ezt a Knumot és az egyik player modellt legalább ebből a Doom prototípusból hasznosították újra a játékba. Szerencsére a Knum, a Baron of Hell, azt hiszem az a neve a Doom ellenség verziójának, az hasonlít annyira egy egyiptomi istenségre, vagy el lehet adni egyiptomi istenségnek annyira, hogy ne álljon ki vissza javíthatatlanul, megkérdőjelezhetetlenül a Serious Sam canonból, tehát hogy még akár illeszkedhet is bele, viszont a másik ellenfél az kicsit túlságosan is hasonlított. Nem mintha, mindkét, na, nem igaz, nem bírok beszélni, sok mindent akarok egyszerre mondani. Igen. Mindkét ellenfél nagyon hasonlít azokra a franchise-okra, ahonnan jöttek. Elég egyértelműen észrevehető az, hogy honnan származnak, ha az ember tisztában van a Serious Sam 3 fejlesztési történetével, de a játék amúgy azért néz ki úgy, ahogy azért vannak mindenhol lerombolt épületek meg városnegyedek az elején a játéknak, mert eredetileg miután a Doom 4-es gig nem jött nekik össze, megpróbáltak egy ilyen közel-keleti military shooter szimulátort is fejleszteni. Azt hiszem az lett volna a kódneve, hogy Teor, T-E-O-R, ezzel talán mi a fasz? Mi ez? Kapcsolt a monitor egy pillanatra, nem tudom. Lehet, hogy csak album módba akarta rakni magát, mert nem értem hozzá az egérhez elég régen. Az vicces lett volna, de most hallasz, ugye? Persze, amúgy nem tűntél el. Jó, akkor csak a monitor kapcsolt ki, és elertelődtem. Na mindegy.
Szóval, igen, ehhez a játékhoz is készítettek resource-okat, hogy mondják ezt, erőforrásokat, vizuális erőforrásokat, mielőtt visszavonták volna. Tehát elvileg bizonyos fegyverek a játékban, a Serious Sam 3-ban, és persze a lerombolt város kinézetek is innen származnak, tehát a Serious Sam 3-at az két prototípus játékból, játék koncepció adagból verbuválták össze, és nem szükségszerűen azért néz ki így, mert ilyennek szánták, hanem mert erre volt kapacitásuk akkor és ott. Mert a Serious Sam 2 az elvileg nem tudok konkrétumokat, de nem lett akkora siker, mint amekkorának szánták. És a 2K Games, vagy mi a franc a forgalmazónak a neve? Igen, 2K Games. Úgy hálálta volna meg nekik, hogy elveszik tőlük az IP-t, és ezen pereskedtek. És elég sok ember otthagyta a krotimet, akik végül aztán visszamentek, azt hiszem a Serious Sam 4 vagy a Talos Principle fejlesztési idejére már visszataláltak a Protimhez, de van, aki saját fejlesztőcsapatot is alapított, meg mások otthagyták a Protimet, mert például az egy másik sztori, most nem megyünk be nagyon a Serious Sambe, de az a lényeg, hogy a Serious Sam 2 majdnem megölte a Protimet, és nem voltak olyan helyzetben, hogy a semmiből újra és újra és újra játék resource-okat kreáljanak, hanem egyszer valamit megcsináltak, akkor azt igyekeztek újra hasznosítani. Ezen áldásos tevékenységüket amúgy a mai napig folytatják, ami nem feltétlenül baj, mert van valahol egy ilyen szívmelengető érzete annak, ahogy így nyomatják fullban a Tesco gazdaságost, és felismered a kastélymodelleket a 10 évvel korábbi játékból, egy kicsit átalakítva a Serious Sam 4-ben. Ez egy ilyen, engem legalábbis nem zavart. Egy olyan érzetet kelt bennem, amikor ilyet látok, egy jó játék van, hogy a fejlesztők azt mondták, hogy hú, mit szólnátok, hogyha nem töltenénk el egy hetet egy ezzel majdnem teljesen megegyező kastélymodell megkreálásával, hanem mondjuk a játékmenetet vagy a zenét csiszolgatnánk helyette inkább, vagy a gameplay mechanikákat. Mit szólnátok, ha inkább ezt csinálnánk a helyet, hogy ugyanazt a modellt megcsináljuk még egyszer, csak kicsit másképp. Ezt tudom értékelni ezeket a prioritásokat. Engem nem zavar, hogy a Serious Sam 3-ban, a Serious Sam 4-ben és a Talos Principle-ben ugyanazokat a modelleket látni. Viszonylag gyakran azért. Nem irritálóan gyakran, de viszonylag azért mégis gyakran. Rúbanyeg, nem akartam annyit beszélni a Serious Sam-ről. Hallgattam. Hadatlan élmény az, hogy Switchen játszhatom ezeket kézi konzolon. Az 1-2-3-at. Ja, megvan a Switchen a... Switchen kijött a Fusion verziója a HD kiadásoknak, a Serious Sam First Encounter, Second Encounter HD verziók, és a 3-at, azt kiadták egy pakban PS4, Xbox One, Switchre. És nem tudom mi a neve, Serious Sam Collection a neve, de ez gyakorlatilag a Fusion verziója, PC-ről Fusion verzióként, Fusion néven ismert verziója a játékoknak, ezt adták ki más névvel konzolokra is. Szóval ja, Switch-en lehet játszani Serious Sam-et. It's good. Hát, Alexomen, azt kell, hogy mondjam, hogy egyet is értek veled, és nem is. Alexomen azt írja a chatben, mert ez nem a Twitch, ahol be tudjuk játszani a chatet a streambe, vagy legalábbis nem egyszerű módon, hogy a Rayman 2-nek a Dreamcast-es változata, hát az jobb, szimpatikusabb, mint a Revolution, amivel bizonyos szintig egyet tudok érteni. A Dreamcast-es verziója a Rayman 2-nek az technikailag a legjobb, 60 FPS-sel fut, legnagyobb felbontású textúrákkal rendelkezik, és van benne natív, széles vászon támogatás, ami a játék egyetlen másik verziójában sincs tudtommal, ellenben a Revolution az egy gyakorlatilag egy komplet remake a játéknak renderver engine-en, PS2 launch title volt, amikor megjelent. Nem jelentéktelen mennyiségű plusz tartalmat ad hozzá az alapjátékhoz, plusz zenét írtak hozzá,
kicsi történeti elemekkel bővíti az alaprémen kettes élmény, szóval ha valaki, valamelyikőtök a Rayman 2 eredeti PC és Nintendo 64-es verziójának a technikailag legjobb verziójára kíváncsi, akkor a Dreamcast-es a mérvadó ebben a tekintetben, de hogyha csak simán több Rayman-t akartok és több Rayman univerzumbeli sztorit, akkor viszont a Revolution. Az a vicces ebben a játékban, hogy annyi véleképpen jelent meg, hogy bárhogy is döntesz, nem jársz rosszul, mert mindegyik verzió más valamilyen módon. Nintendo 64-es verzió talán az egyetlen, amivel még nem játszottam. Dreamcast-es verziót nem vittem ki elejétől a végéig, de a PS1-es verziót például a közelmúltban kivittem PS3-on, mert meg tudtam venni digitálisan a szoftveremulált PS1-es verzióját a Rayman 2-nek, és meglepődve tapasztaltam, hogy például hát nem múlja a limit miatt eléggé át kellett dolgozni a pályákat, de a játéknak konkrétan más a végső bossza egészen. Azt meg nem mellékesen jegyzem meg annak, aki esetleg nem tudná, hogyha Rayman 2-t PS1-en befejezitek, és bizonyos százalék feletti lumb mennyiséget gyűjtötök össze benne, akkor kipróbálhatjátok a stáblista után a Rayman 2 eredeti változatának a prototípusát, mert a Rayman 2 eredetileg ugyanúgy nézett volna ki, mint a Rayman 1. És egy kicsi ideig fejlesztették is ezt a játékot, aztán átdolgozták az általunk ismert 3D-s verzióba, és ezt a prototípust gyakorlatilag elérhetővé tették egy kis bónuszként a Rayman 2 PS1-es verziójának a végén. Nagyon keveset csináltak meg ebből a játékból, de attól függetlenül érdekes látni, hogy hogyan változott ez a játék. Egyik pillanatról a másikra, amikor rájöttek, hogy hú, akár 3D-ben is megcsinálhatnánk. Wow! akarom én, hogy a Rayman 2-t újra kiadják mostanában? Nem hiszem, nem hiányzik az nekünk szerintem a mostani újrakiadásos fiaskó után. Mondjuk... Igen. Ha belegondolsz, most eszembe jutott az, hogy az emberek mennyire lázadoztak akkor, amikor a Rockstar merészelte kiadni a Red Dead Redemption Switch-re. Én személy szerint úgy voltam vele, hogy bazd meg, a Red Dead Redemption egy nagyon jó játék. Miért baj az, hogy több konzolon is elérhető? Mert én nem hallottam rosszat a Red Dead Redemption Switch-es portjáról, legalább olyan jól megy, mint az eredeti verzió, talán még nagyobb felbontásban is, mint 360-on ment eredetileg. Nem, azt hiszem, hogy nem csak 720p-ben megy Switch-en, hanem megy egy kicsit jobban is. És ha belegondolsz abba, hogy egy Xbox 360-as játékot játszhatsz egy kézi konzolon most már emuláció nélkül, főleg a Red Dead Redemption-t, ami ahogy mondom, egy nagyon-nagyon kellemetes játék. Azon gondolkozom, hogy hogy lehetne a Red Dead Redemption-t streamelni. Lehet, hogy egyszer az lesz majd az első Twitch-es streamem. Mert az egy olyan játék, amit nem lehet egy ültében kivinni, és elég sok ilyen chillelős rész van benne, szóval az ember így beszél a semmibe, miközben a naplementében lovagol, és közben nem is nagyon történik semmi, de valahogy úgy érzem, hogy inkább a Twitchnek, mint hostnak van olyan energiája, ahol ezeket a chillelős streameket jobban lehet csapatni. Egyszer úgyis el fogok kezdeni Twitch-en streamelni, ha addig élek is. Ja, csak egy baj van a Twitch-sel, hogy nem menti le a képanyagot. Hát elmenti, de csak egy hétig. És le kell töltened. Attól függ, hogy milyen státuszban vagy a Twitch-en, tehát hogyha ha sima halandó vagy, akkor egy hétre menti csak el, hogyha mit tudom én, van valami közepes státusz, ami nem a partner, hanem valami fél partner státusz, ott elmenti, tudom én, egy hónapra vagy 10 napra. És van a full partner státusz, vagy bocsánat, lehet, hogy az a Prime, és akkor elmenti 60 napra. Mert ennek pont most olvastam utána, mivel néztem a kedves Nixo Maboyt. Nixo egy Harry Potter glitch streamer, és néha munka után jól tud esni, benyomni a háttérbe a marhulásait. Persze. Német srácról van szó, és neki is 2 hónapra visszamenőleg el vannak mentve a streamjei. Minden esetre ő is azt hiszem feltölti őket direktben YouTube-ra. Viszont ha valaki nagyon sokat Twitch-el streamen, akkor arra jó fenntartani egy másik csatornát, ahová csak a stream archívumaidat rakod, mert én, hogyha el is kezdenék Twitch-en streamelni, nem spammelném tele az elsődleges csatornámat vele, vagy nem streamelnék annyit Twitch-en, hogy erre szükség legyen.
Hú, bassz meg, ez hihetetlen, hogy így kezdek lefáradni ettől az úratornyos szekciótól. Annyira utálom ezt a szart. Na, bocsánat! De nem csak, ja persze, kérdezném, hogy nincs-e vége, de szerintem a múltban ugyanúgy folytatódik a dolog tovább. Szóval nem szabadulunk az óratoronyból. Hát igen, de most megyünk a múltba. Amúgy szia Alexumen, bocsánat, hogy így nem köszöntöttelek, csak én nem jutottam még el odáig agyba. De itt vagyok. Csak fókuszálok nagyon, hogy azért volt egy-kettő combos rész, amit most így utólag így, ahogy így haladtam, én rájöttem, hogy ú, de gyerekként mennyire utáltam ezt a szakaszt. Igen. Nem baj, kérlelhetetlenül tartom a frontot, és maximális motivációval beszélek dolgokról, miközben te itt kakas és labdák tortúrában részesített saját magadat. Igen, körülbelül. Nem, amúgy én mindig nagyon szeretem ezt a játékot, de ez az óratornyos rész, azt tudom, hogy utáltam világéletembe, ebbe a játékba. Tehát nem véletlen az, hogy sosem szórakoztam vele úgy különösebben. Tehát nekem ez a játéknak a mélypontja. Tehát ez, amikor Watch Tower-ben vagyunk, vagyis az óratorony részen vagyunk. Nézd a jó oldalát, ha ez a mélypontja, akkor ennél már csak jobb lesz. Na és akkor semmi fárasztó játék szerintem is. Gondolom azt írta, csak pont nem látom. Azért nem vittem még ki. Nem, amúgy nem rossz egy játék, tehát tök jól lehet benne követni a dolgokat, csak a Watch Tower-nél figyelni kell például arra, hogy mindig legyen egy második fegyvered, az, hogy azt a kis bolyhoskáknak tud dobni, mert az a gond, hogy le tudod ütni őket, miközben falon kúszol, csak szopó. Tehát megnehezíted a saját életedet vele, és ez az a rész, amit nem szeretek benne, amikor ilyen plusz, ilyen idegesítő nehezítéseket aknak. Nem az, hogy legyen nehezed, mert azzal nincs gondom, csak mikor tényleg ilyen fölösleges szar izéket rak. Hát figyelj, az Empress tesztel téged, úgyhogy tessék boldogan részt venni a kakas és labdák tortúrában. Hihi, I like this shit. Amúgy rengeteg képességünk van időlassítás tekintetében, de hogy őszinte legyek, én mindig az időlassítást használtam. Tehát tudom, hogy az a lényege, hogy használd ki a képességeket, annyira... Én annyira mindig az akrobatikus harcra mentem, és mint látjátok általában, hogy egykezes karddal szoktam nyomni, mert nekem az ideál. Én szeretem eldobni az embereket, stb. Nem szeretek velük így leállni, így fájtolgatni. Hát jó. Sirius szem tekintetében még egy utolsó mondat erejéig visszatérve, az Xboxos verzióját a klasszikus játékoknak abszolút ajánlom, tehát Sirius szemből a második játékban ismert dizájnja a karakternek, az nem az volt az első pont, ahol ezt kitalálták, hanem először az első két játékot újra kiadták sima Xboxra, ahol átalakították egy kicsit a pályákat, hogy bele tudják préselni a nem gyenge hardware-be, de hát a legyen bármilyen jó a klasszikus Xbox, azért ahhoz nem volt elég erős, hogy a Sirius szem pályákat maradéktalanul lerenderelje, ezért nem kevés pályát át kellett alakítani, meg fel kellett darabolni. Viszont ehhez a porthoz találták ki azt a dizájnt, amit a Sirius szem 2-ben használtak a főszereplő karakterhez. Nem mellékesen, kicsit átalakították a játék sztoriát, és a játéknak a bejátszásai is a Sirius szem 2-nek a humorát, nem mondom, hogy replikálják, mert ez volt először, hanem itt használták először azt az infantilisebb, általam annyira kellemesen, mit akartam mondani, próbálok egyfajtában angolul akar beszélni az agyam, de nem beszélhetek angolul. Én magyar vagyok, március 15-e van, nem engedhetek az angol szászok kísértésének szóval. Március 15-e van, és Prince of Persia-val játszunk. Tehát van jobb ötleted, van más dolgod, amit csinálnál március 15-én, mert nekem rohadtul nincs. Nincs.
Na, De amúgy PS2-zni akartam volna, mert most vettem egy halom játékot amúgy. Tős, egy jó na. barátomtól, akinek egy retro boltja van, konzol boltja. És olyanokat vettem, amik így periféria címek, tehát hogyha most elkezdeném mondani, nem hiszem, hogy ismernéd őket, de megjelentek De az azért PC-n Area is. 51-t ismerem, 51-es körzetes játékról hallottam, igen, azt Igen, arról az volt. megvan, meg a... Az osztálytársam, aki táborban mondta, hogy és játszottam ezzel a játékkal, olyan, mint a Doom 3, csak UFO-k vannak benne, és nem pokol démonok, mondom, oké, a Doom. Az nem jó, ha a Doom 3-ra hasonlít, mert én a Doom 3-at már nem tudom hányszor kezdtem el életemben, és sosem jutottam benne tovább a felénél, mert Nem nagyon-nagyon hasonlít annyira. tetszik Én inkább a Black-re tudnám neked hasonlítani, tudod, az a PS2-es szín. Arról is hallottam, elvétve. A de zseni. abban mondjuk nem játszottam egy percet sem. A Doom 3-nak a hype-ját sosem értettem teljesen, még a maga idejében sem, mert elhiszem, hogy forradalmi fényárnyék technológia volt benne, de bazzeg, majdnem mindenhol sötét van a játékban, és de azt annyira tudod, nem mivel érzem a... értékel azt a forradalmi fénytechnológiát, hanem Igen. akkor elmondom, hogy Nem annyi... értem a forradalmi fénytechnológiát akkor, ha nem látok semmit a sötétben, és csak néha van fény. Jó, nagyon jól néz ki, de játékmenetet kinyírja közben. Nem tudok megijedni attól, amit nem látok. Ha sokszor úgy halok meg a Doom 3-ban, hogy csak úgy az árnyékban állok a sötétben, és hirtelen mínusz 70 életem van. De egyszer majd ki fogom vinni. Megesküszöm rá. A magyarok istenére esküszöm, hogy egyszer ki fogom vinni a Doom 3-at elejétől a végéig. Úgy, hogy nem unok rá félúton. Értem, egész seggedre. Vagy ne legyen a nevem Spyro Guy. Jó, a Spyro-t is nagyon szeretem, csak én nekem nem annyira a... Hát az új... Én nekem nem az első Spyro-k voltak az igazi Spyro élmény nekem, hanem a Dawn of Shadows, és... A mi? Vagy nem? Dawn of the Dragon, Dawn of Shadows? Nem, van valami Shadow, ami Game Boy Advance-ra jött ki, vagy nem tudom. Igen, a Shadow Eternals, nem. Jó van, igen. Én is így vagyok vele, tehát amikor a Reignited kijött, akkor játszottam először az eredeti játékokkal. Tehát konkrétan minden 3D-s Spyro játékkal játszottam, amelyik nem az eredeti volt. A Heroes Tale-lel, az Enter the Dragonfly-jal, de az eredeti 3-mal a mai napig nem játszottam, csak a Reignited-del, és nekem is a Legend széria volt az Ethanol. Egy nem, részem mert... kívánja, hogy újra kiadják őket, de nem akarom, mert félek attól, hogy Battlefront-os kiadásuk lesz, szóval és szemulálom őket inkább. És most játszok a Dawn of the Dragon-nal, és meg kell vallnom, hogy ez az első olyan játék, nekem eddig az összes játékkal olyan viszonyom volt. Mi volt és ez a hang? Vele? Na, bocsánat, csak volt egy hang, így elkezdtek engem szólingatni, de ilyen audio loop-osan vége maradt. De mindegy, a Dawn of Shadows az vagy... Dawn of the Dragon. Dawn of the Dragon, bocsánat, megint ízé szól ez a hang. Nem, ez olyan, mint a alternatív Prince, a Dark Prince hang szólongana. Szerintem az ellenfelek amúgy. Szóval a lényeg, hogy most fedeztem fel, hogy mennyire szar egy játék. És úgy, hogy Prince of Persia elemeket használ, tehát van benne falonfutás sárkánya. Jaj, tudom, ki adja ezt a hangot. Megvan, hogy melyik köcsög adja. Mindjárt megöljük. Én nem hallom, de elhiszem neked. Hát, akkor nem vagyunk egy véleményen, mert nekem a Dawn of the Dragon az pont azért volt egy retroaktívan érdekes élmény, mert utólag próbáltam ki, bár nem tudom, hogy ezt elmondtam az előző streamben, lehet, hogy elmondtam a fejlesztők korábbi munkásságát, a Asterix és Obelix XXL játékokat. Igen, meg amúgy a How to Train to Dragon játékuk is, mert ugyanaz a fejlesztőt csinálta, de az valami... Étrangesz, Libelles, nem tudom franciául kimondani, ők csinálták. Igen, tehát nem akarom, tehát nem, figyelj, amúgy jó a Dawn of the Dragon bizonyos szempontból, de olyan szinten nem jó, ahogy én emlékeztem rá. Lehet, hogy nekem is újra ki kéne vinnem. Viszont ez volt az első játék, amit úgy játszottam ki, hogy wow, ez a játék. Így, igen, nekem játék is. Gyönyörű. Tehát így volt, hogy egy játék ilyen is lehet. Wow.
Hát ez az mai napig ebben nem, azért kéne vinnem azt is. Sok mindent kéne kivinnem, nem tudom mit. Annyi mindent tennivalóm van, és ötletem, hogy nem tudom melyiknek kezdjek meg. Egyrészt a videót kéne folytatni, a majdnem semmiből, a félig befejezett videót, másrészt livestreamelnék is, és nem tudom minden, mihez nyúljak hozzá. Keresem a szót, keresem a hangot. Igen. Too many plans, és még mellette a gép is beszarik egyre jobb. Mert azt ja, hogy a bajonikő helyet hoztam volna ki, azt a mai napig nem csináltam. Azért jönnek a kutyák ide, értem. Jó, lőtt ki, azaz. Nem, a izék miatt, hogy ki kellett. Mit csináltál? Miért jönnek a kutyák? Nem értem. Nem, azért, mert van egy ajtó, amit ki kellett robbantani vele. Jaj, végtelen ideig jönnek, értem. Nem csak én késben nézem a streamet, aztán úgy jött le, hogy ja, addig fognak jönni a kutyák, jó van. Igen, mert addig fognak jönni a kutyák, még ki nem izélem, és... Ki nem kedvenc, robbantom az ajtó. Kedvenc játékmeneti design aspektusom, amikor a végtelenségig jönnek az ellenfelek csak azért, mert nem jutottál egy pontra, vagy nem vettél észre valamit, amit csinálnod kellett. Imádtam a klasszikus Call of Duty játékokban, amikor addig jönnek az ellenfelek, amíg át nem lépsz egy checkpointot végtelen ideig, végtelen mennyiségben. És a Left 4 Dead 2-ben is imádtam, amikor panic eventet indítasz, amikor jönnek a zombik, mert beindult a riasztó, és addig végtelen zombi jön, amíg nem lépsz át egy pontot. Legalábbis régebben így volt a Left 4 Dead 2-ben, és nem tudom, hogy a Last Stand Update ezen változtatott-e valamit, mert a Last Stand Update óta szerintem egyszer-kétszer indítottam csak be azt a játékot, de... Nem vagyok biztos abban, hogy pont erre odafigyeltek. Azt úgy hallom, hogy a Last Stand Update az inkább ilyen quality of life change-eket csinált, meg adtak hozzá egy új kampányt a játékhoz, fanmade kampányt, fegyver viselkedési változásokat raktak a játékba, meg ehhez hasonló félig értelmetlen dolgokat, amiket amúgy móddal is meg lehetne csinálni, szóval minek csinálsz egy játéknak, aminek van mód supportja, mit tudom én, 15 évvel a megjelenés után egy plusz update-et, ami nem is hivatalos leadás. Váj, de mindegy, egészségükre, hogyha szükségét érezték. Ezt én sem értem amúgy igazából. Főleg, hogy most például a Cségú az az eredeti formájában gyakorlatilag megszűnt létezni, ahogy ha úgy vesszük a Last Stand Update után a Left 4 Dead 2 is, de ebből a szempontból jó, hogy a 360-as verziók léteznek, mert a Cségónak és a Left 4 Dead 2-nek is van 360-as verziója. Jobbat mondok, a Left 4 Dead-ek 360 exkluzív játékok voltak, azt hiszem talán a Cségó is. De a Cségó az kifejezetten vicces volt ebben a tekintetben, mert a Cségó azért többször változott a fejlesztése folyamán, mint játék. És hogyha 360-ra amúgy visszafelé kompatibilis is a játék, megveszed a Counter-Strike GO-t, Global Offensive-et, azt hiszem az a rövidítése a GO-nak, a hosszú változat a GO-nak, akkor az eredeti verziójával játszhatsz online a mai napig. Valahol vicces, és van benne egy ilyen időkapszula jelleg, hogyha Cségót megveszed Xbox-ra, akkor az eredeti élmény a tiéd lehet. Nem mintha olyan hatalmas élmény lenne, de jó belegondolni abba, hogy az eredeti verzióját bármikor kipróbálhatod, ha szeretnéd. És ráadásul bot support is van benne, tehát még feltétlenül, ha nem akarsz, az online-ért sem kell szükségszerűen fizetni. Mert én kipróbáltam egyszer-kétszer, és hát nem nagyon játszanak már a Cségúval online 360-on. Ezért kéne megnéznem az Uno-t, hú, az de jó volt, és az nem visszafelé kompatibilis. Úgy is terveztem elővenni a 360-at, hogy letöltsek egy-két patchet, meg game contentet a Garden Warfare 360-as verziójához. Mert a 360-nak az online rendszere úgy működött, hogy nem lehetett csak úgy előzetes egyeztetés nélkül tartalmi frissítéseket, nagyobb tartalmi frissítéseket hozzáadni a játékokhoz, hanem valamilyen korlátozás, adatmennyiségbeli korlátozás miatt ingyen DLC-ként kellett a tartalmi update-eket árulni. Nem lehetett, mit tudom én, 10 gigás frissítéseket, ilyen Fortnite-osan nem lehetett újraírni a féljátékot egyetlen patch-sel. Ezt nem engedte a Microsoft soha, legalábbis annó a 360-as érában nem engedte a limitált helymennyiség miatt. És ezért, hogyha online játékfejlesztők
tartalmi frissítéseket adtak hozzá a játékhoz, akkor azokat ingyenes DLC-ként kellett listázniuk, és ez a Garden Warfare 1-nél is így van. Van az alapjáték, és amit még a megjelenés után hozzáadtak post-launch tartalmat, azt ingyenes DLC-ként kell letölteni, ilyen pár gigányi adatról beszélünk, de mivel ezek újraírták volna az alapjátékot, és a Microsoft gondolom arra gondolt, hogy nem akarta feleslegesen terhelni az akkor még nem annyira elterjedt netről játszó embereknek az adatkorlátait, gondolom én, ezért külön opcióvá tette ezeket a tartalmi frissítéseket, és ez amúgy a Left 4 Dead 2 meg a Left 4 Dead 1 esetében is így van, hogy az utólag hozzáadott DLC kampányok azok mind ilyen egy-másfél gigás ingyenes DLC-ként vannak listázva a mai napig a boltban. Emiatt a korlátozás miatt. Na de ezt csak azért mondtam, mert mivel az Xbox Store be fog csukni azt hiszem júliusban, ezért nekem így majd kell egy utolsó walkot tennem a Lonely Road-on, hogy összegyűjtsek minden cuccot, ami esetleg kimaradt. Mert nem azt mondom, hogy most rögtön játszani fogok a Garden Warfare 360-as verziójával, inkább a PlayStation-re vagy a PS3-assal, de ha nem jelentkezek be az ingyenes DLC-re, hogy akár utólag letölthetővé váljon, akkor elvész a lehetőség. És ha nincs telepítve az ingyenes DLC, akkor nem játszhatsz szerintem együtt azzal online 360-on, akinek ez amúgy szintén megvan. Vicces dolog, hogy most eszembe jutott, és szerintem a PS3-on ez nem így volt, mert a PS3 Blu-ray-jel operált, és ott nem kellett emiatt aggódni. 8 gigák miatt. Hanem amikor betettem a Garden Warfare lemezt a PS3-ba, akkor csak simán az összes tartalmi frissítést egyöntetűleg letöltötte rá, nem kellett külön ingyenes DLC-kre bejelentkezni, mint a 360 store-ban. Én próbálok közben rájönni, hogy kell tovább menni, mert nem emlékszek. Igen, mert onnan lentről jöttél amúgy. Igen, pont ez az, hogy na ezért utálom ezt. Ennél a szakasznál valóban azt tudom mondani, hogy el lehet tévedni, mint a szar. Ezért szeretjük mind a Warrior Within-t. De mert konkrétan a Watch Tower része, ha az ki lenne skippelve a játékból, akkor hidd el nekem, hogy egy geci élvezetes játék lenne, de az ilyen fassága miatt nem tudsz ugyannyira kiigazodni rajta. Ezért játszod te is, nem én. Én önszántamból nem játszanám ezt a játékot. Közben nézem, hogy válaszoltak-e a... Jaj, eszembe jutottak azok a hülye AI generált, bocsánat kérő üzenetek, amiket a szarosan összerakott játékok fejlesztői tesznek ki, amikor kiderül, hogy azt követően, hogy kiderült, hogy szar a játékok, mint a izinél is csinálták a Lord of the Ring Gollamnál. Jaj, ezt hagyjuk. És elbaszták a játékot, hogy jaj, mi a játékfejlesztők, nagyon fontosnak tartjuk a kreatív értékek képviselését, és ezért nagyon-nagyon sajnáljuk azt, hogy nem feleltünk meg a vásárlói elvárásoknak, de biztosítunk titeket, hogy mostantól mágikus módon jobban oda fogunk erre figyelni, és a bizodalmatokat, meg a szereteteteket és az egyetértéseket kérjük. Egyetértéseteket? Na várjál! Kíváncsi vagyok. Classic Collection. An update. Igen, megvan, megkaptuk a sablon szöveget. Ezt beolvashatod, gondolod. Szeretnénk megköszönni a Battlefront közösségnek a túlcsordulót, támogatást és visszajelzést a Classic Collection megjelenéséről. Az a helyzet, hogy amikor megjelent a játék, a kritikus hibákat észleltünk a network infrastruktúránkban, és ennek az eredménye nagyon-nagyon magas ping, matchmaking hibák, összeomlások, és listáról hiányzó szerverek voltak. De már a megjelenés óta próbáljuk ezeket a hibákat kijavítani, és növelni a rendszer stabilitást, és tovább fogjuk ezen törekvéseinket folytatni,
hogy a további hibákat megelőzzük. Légy szíves, jelentsétek be a hibákat nagyon szeretettel az Áspír team. Köszönjük. Köszönjük. Ez is ilyen AI generáltnak tűnik. Hát, legalább válaszol. Jó, de nem volt ilyen hülye kép hozzá, tehát ezt a Steam oldalról olvasom fel, nem a... Mindig keverem a Twitch-et és a Twittert, amit meg már amúgy is X-nek hívnak. Én nem bírom, nem bírom azt mondani rá, hogy X. Közben nézek... Chemical X. Közben nézek videót arról, hogy hogyan kell tovább jutni, mert totál elfelejtettem. Long play time. Hát jó, hát most mit csináljak, hogyha nem emlékszek rá? Amúgy vicces, hogy a rendszer leírás azt írja, hogy Windows 8-on megy minimum, de aztán oda van aláírva, hogy 2024. január 1-től a Steam már csak a Windows 10-től megy minimum. De akkor ezt hogy kell elképzelni? Valaki megpróbálja beindítani. Ha nagyon ráérnék, akkor elővenném a régi laptopomat, amin még Windows 7 van, és megpróbálnám rajta a Steam-et elindítani, akkor nem indulna el a Steam. Mindenkit levágtak a Steamről, aki Windows 10 előtti Windows használ. Az vicces, mert a Steam tele van olyan játékokkal, amelyek talán még nem is mennek Windows 10-en. És ugyanúgy elérhetőek. Például a Fallout 3 volt ilyen valamilyen szinten, ha jól emlékszem, hogy... Ó, bazd meg! Valami tudod, teljesen más helyre kell menni. Nem, tudod, hogy hol... Nem. Tudod, hogy hol kell menni? Itt, oldalt! Ó, baszódj meg, keresztbe kasul ketté. A Fallout 3 is. Sokan ekézik, de nekem nagyon tetszett. Jó barna volt, meg galambszar zöld, de volt hangulata azért annak a játéknak. A 4-gyel pedig a mai napig nem játszottam. Némóta játszottál a Fallout 4-gyel? Én egy Fallout-tal se játszottam, tudom, hogy gáz, de... Annyira nem, én is csak... Utólag pótoltam belőle a Rahiból. Pedig nagyon szeretem a Fallout tematikájú dolgokat, de valahogy túl kimaradt nekem. Az 1-2 az állítólag ilyen kurva vérgőzösen nehéz, ilyen old game hard. Nekem a 3 volt az első élményem ebben a tekintetben. A 3 tetszett, hogy előbb-utóbb kipróbáljam a New Vegas-t, de a 4-et a mai napig nem bírtam. Bírtott annyira. De a New Vegas tényleg jó. Tényleg, nem mondanám, hogy feltétlenül jobb, mint a 3, bár az is igaz, hogy annyira nem merültem el benne, annak ellenére, hogy teljesen kivittem. Sokan nagyobbra méltatják nagyobbra tartják a New Vegas-t a 3-nál. Lehet, hogy igazuk is van, de a New Vegas nem lehetne olyan, amilyen a 3 nélkül, mert igazából egy hét húzással a New Vegas gyakorlatilag egy kicsit impresszívebb 3 modifikációnak felel meg. Nagyon hasonlít a 3-ra azért, igen. Mi ez a brancsit? Hallod? Welcome to Ram Ranch. Igen, tehát ha Alex Oman leghűségesebb nézünk, ha ez a Facebook lenne, kapnám már egy hűséges Ja, lelki, várjál, hogy hívják, nem lelkes rajongó. Igen, lelkes rajongó kitűző jár neked, esetleg nem tudnád, de igen, a Lord of the Rings Gollumnak a fejlesztői bocsánatkérő levelét AI-jal írták meg, és ez abból tűnt fel az olvasóknak, hogy elbaszták a címét konkrétan, tehát hogy azt írták, hogy Lord of the Ring, mármint hogy Ring, egyes számban, nem Lord of the Rings. Ez csak egy nem emberi lény baszhatta el, mert ki az, aki nem ismeri a Gyűrűk Urát legalább. Még a magyar fordítása a címnek is eltalálta rendesen. Nem azt mondja, hogy a Gyűrű Ura, vagy a Gyűrűk Ura, hanem a... Bazd meg, egynél több gyűrű van. Ez a lényeg. Oké? Okay? Értem? Értem. Jó, megbeszéltük. De az AI-nak már ez is sok volt. Hát persze. Ebben a tekintetben akár szóba is hozhatjuk azt, hogy én igazából az AI az egy ilyen viccesen kétélű kard ebben a tekintetben, mert én tudok megnevezni olyan dolgokat az AI hasznosítást illetően, ami még akár jó is lehet. Például nekem kifejezetten tetszik az, amit a zenével csinálni lehet, mert a zene az egy elég matematikailag kiszámítható dolog,
Nem azt mondom, hogy mesterséges intelligencia írjon zenét, úristen, távol álljon tőlem a kreatív tartalom generálástól, tartsuk távol az AI-t, viszont mint eszköz, felderítő eszköz, mint egy véső, vagy mint egy kalapács, nagyon jól tud szuperálni, úgy vettem észre. Tehát például nekem bizonyos esetekben, nem mindig, de bizonyos esetekben jó szolgálatot tett, alapból nagyobb felbontásban elérhetetlen képek upscale-elésekor, és amikor instrumentál verziókat kell csinálni bizonyos zenékből, nem mindegyik zenét bírja ki az AI rendesen, vagy nem mindegyik zenével meg képpel tud ugyanolyan hatékonysággal dolgozni, de vannak igenis esetek, amikor nagyon jó szolgálatot tesz, és nagyon nagyon pozitívan csalódtam a technológiában akkor, amikor olyan számoknak az instrumentális verzióit tudtam saját magamnak házilag megkreálni. Ez szopó lesz. Amire soha nem lehetett volna lehetőségem. Erre dobok egy zsigit. Van ez ebben szop... a játékban olyan rész, ami nem szopó? Van. Hát a függőkertes rész az nem volt szopó. Amikor a kertben sétálunk, ott lágyan nincsen szopó. Igen, azt értem. Az olyan kellemetes. De ez... Ez olyan, hogy meg kell nyomnom a gombot, utána vissza kell ugranom az ajtóra. Igen, értem, látom. Látom a problémát. I get the concept. Igen, tehát és ez viszont zseniális, hogy mennyire inkonzisztens az AI. Tehát, hogy vannak képek, amiket zseniálisan upscale-elt. Ilyen nagyon régi, például a régi 99-es dinoszauruszok, a föld urai háttérképeket, amiket találtam a neten, és mondják 640x480 volt a nagyobbik felbontás, amiben fellettek hivatalosan téve, mert 99-ben mindenkinek 640x480-as gépe volt, monitora. Zseniálisan upscale-eltem némelyiket. Alig látszik, hogy upscale-elve van, de hogyha nagyobb több részlettel rendelkező kis felbontású képet próbálsz upscale-elni, akkor vannak azok a pontok, ahol nagyon-nagyon-nagyon-nagyon egyértelműen észrevehető, hogy az AI nem tudta kitalálni, hogy azt hogyan kéne megoldani, és ehelyett ilyen motion blur baromsággal próbált kompenzálni. És ugyanez a zenékre is igaz. Tehát, hogy vannak bizonyos zenék, ahol annyira jó a bitráta. A bitráta az fontos tényező, hogy mennyire jó minőségű nyersanyaggal dolgozol. De az sem mindegy, hogy mennyi hangszer van egyszerre a zenében. Ha nagyon jól elkülöníthető a te fülednek is a vokális része a zenének, akkor az AI-nak is sikerülni fog az, hogy izolálja, és akkor nagyon-nagyon jó alternatív verziókat lehet készíteni bizonyos zeneszámoknak. Tehát nekem például azt hiszem... Hú, de legyakoztam a... három fejet, majd látni fogod. De attól még rágy... Ne, buksit nem kértem. Látom. Megint ki kell robbantanom valami ajtót, fogadjunk. Aha, persze. Wicked sick. Humiliation. Igen, tehát bizonyos zenéket nagyon jól lehet izolálni mesterséges intelligenciával, de minél kisebb a bitrátája a zenének, és minél több hangszer szól egyszerre, minél nehezebben elkülöníthetővé válik az emberi hang a számban, annál nehezebb dolga van az AI-nak, és annál rosszabb munkát fog végezni. Mit akartam? Igen, tehát hogy van olyan eset, amikor már konkrétan, ha mit tudom én, kettőnél több, vagy egynél több gitár rész van a zenében, mert hogy mondják ezt magyarul, nem igaz, tehát hogy a rétegekre gondolok a zenében, a rétegekre, hogy kettőnél több gitár réteg, egynél több gitár réteg van a zenében egyszerre, szólam, akkor van olyan pont, ahol már a gitárt is emberi hangnak veszi és elkülöníti, és ez nem jó. De nagyon sok zene esetében nagyon jól működik, és mondom, tehát, hogy azt hiszem, a harmadik Prince of Persia, az Two Thrones-nak a főcím zenéjét is tudtam úgy izolálni, hogy teljesen külön választotta a vokális részt az instrumentától, és konkrétan volt nekem, az előző gépen sajnos, de a technológia még megvan hozzá, szóval bármikor rekreálni tudom. A Still Love You, I Still Love You-nak a izolált vokális és hangszeres verziója is, és teljesen jó volt. És abszolút el voltam impresszálva általa. De nem mindenhol működik, tehát például a Bell & Wonderworldben, amikor próbáltam a fő cím zenének instrumentális verziót csinálni, ott annyi szólam van egyszerre, hogy már nem bírta. És még visszhangoznak is a szólamok.
nem véletlenül. Az már annyi volt neki egyszerre, túl sok volt és nem bírta. Ennyi. Van ilyen eset is. Nem mindig hatékony. És még egy dolog, mielőtt elfelejtem. A zseniális ez a kombó. És ehhez gondolom max izé homok kell, hogy ezt kivitelezni tud. Ez olyan nem. High power kombónak érzi. Nem. Nem, wow. Nem kell. Egy darab izét gombot veszít. Egyetlen egy. Na hát ez. Ezt adom. Ez egy mostani játékban egy full power kombó lenne, ami mindent elvesz. Igen. Minden izé homokodat. Igen, ez az, amit... 0% homokossá tesz. Ez az, amit most szereztünk meg, ez volt az a gyorsító izé. Ez az idő megölése, vagy mit, hogy hívta a magyar verzió? Ja. Az idő meggyilkolása, nem emlékszem már rá. Valami a másik dolog, amit mielőtt elfelejtek elmondok, az a hang AI, a beszéd AI. Ez a kapcsolatos conundrum problematika. Tehát egyrészt nem tetszik nekem szükségszerűen az, hogy halott emberek hangját szintetikusan rekreálják, mert egyrészt érződik rajta, hogy azt nem az az ember adja ki magából, mert nem számít, mennyire fejlesztik. Az improv-t sosem fogják tudni reprodukálni. Pont az a lényege a színészi játéknak, hogy ha van egy új lehetőség, amit a színész kap, akkor ott lehet, hogy egy olyan performance nyújt, amit azelőtt soha senki nem várt volna tőle. És ezt nem számít, hogy hány kenyérpirítót dugtok össze, nem fogjátok tudni reprodukálni, mert az számítógép, az a darab kártya egy gépben, az nem egy kreatív gondolatokkal rendelkező húsvér lény. Persze, matematikai szinten reprodukálni tud egy csomó mindent, de a kreativitás nem produkálható matematikai szinten, nem reprodukálható. Szóval, please, stop. Viszont, igen, tehát, hogy van ennek egy etikai oldala, ami nem tetszik nekem, viszont kurva jó mémeket lehet belőle csinálni. És olyan jókat röhögök némelyik mémen, ahol szintetikusan újra kreált, gondolod majd a stream után küldök neked néhány ilyen AI, voice AI mémet. Okay. Tényleg, ha elég nyersanyag áll rendelkezésre a mesterséges intelligenciának, és eleget finomítják, és eltekintünk attól, amit az előbb mondtam. Közben pöfékelek egyet, mert ígértem már egy ideje. Egész nyugodtan. Eltekintünk a rögtönzési aspektustól, meg attól, hogy igen, nem fogunk újat kapni az AI-tól, és nem akarunk pénzt sem szerezni vele, meg nem akarjuk hype-ra használni, hogy halott színészeket hozzunk vissza, hanem csak faszkodunk vele, és goofolunk around, akkor nagyon vicces tud lenni. Amúgy még szerintem... akár az is, hogyha halott emberekét használjuk fel. Csak ne ezzel próbáljuk eladni a mainstream cuccokat. Szerintem asszisztensi jelleggel teljesen jó dolog. Tehát, hogyha mit tudom én, van egy szövegérői munkád van, és nagyon nem jön az ihlet, vagy nem találod a megfelelő szinonimet, szerintem erre teljesen alkalmas. Amúgy. Tehát én inkább úgy fogom fel, vagy hogyha beszélek is róla, vagy kikérdezik róla a véleményemet, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem egy asszisztensnek teljesen működőképes. Megkockáztatom, hogy szerintem marketing szövegek írása erre is teljesen jó. Itt megint az a kérdés, hogy ki mire használja. Tehát ez az, ami nem mindegy. Én megmondom az őszintét, hogy szerintem arra, hogy letesztelj vele folyamatokat, mielőtt élesbe csinálnád, zenei akár, vagy szövegi szempontból, arra szerintem teljesen jó. Úgyhogy... Hát, tesztre talán igen, meg még úgy tudom elképzelni szövegalkotás szintjén, hogy száraz munkához. A marketing szövegek meg annyira szarok és sablonosak, hogy azt még egy AI is reprodukálni tudja, csak az a... Igen. Persze értem, hogy ez nagyon jó, valaki megnyom egy gombot valahol, persze most elkezdhetnék vitatkozni azon, hogy ez valakinek a munkája volt és azt elveszi. Egyrészt, másrészt meg, hát ha valaki viszont abból keresi a pénzét, mondjuk egy írónál nem venném jó szemmel azt, hogyha elkezdene AI-t használni csak azért, mert aznap éppen nem aludta ki magát és nincs kedve két ja, perccel tovább gondolkodni a témán. De a száraz, sablonos szar munkákhoz, ahol mondjuk itt tudom én jogi szövegezést kell írni, ami tudod, hogy vacak és szar és untató és száraz,
Ahhoz jó, igen, azon egyetértek, ahhoz de, akár még használhatok. De írói munkához, kreatív munkához nem, de viszont mit tudom én, mikor influencereknél, mikor sok videót gyártanak, vagy bármi egyéb youtubereknél, én azt el tudom képzelni, hogy abban tök nagy segítséget tud nyújtani. Én amúgy ChatGPT-t próbáltam, meg használtam, meg használok is. Tehát nekem azért így jó kisegítő néha, amikor ki van égve az agyam, hogy összeszedi neked az információkat. Erre baromi jó, szerintem. Tehát ha írói munkáról van szó, én arra tudom elképzelni, hogy így történelmi események összeszedésére, hogyha valaki olyan típusú tematikájú könyvet ír, vagy karakter leírásban segítkezést, tehát csak ilyeneknél tudom ezt így elképzelni, hogyha kifejezetten írói munkát nézzük, de megmondom az őszintét, ilyen kreatív tevékenységekre soha nem használtam. Én erre két dolgot tudok mondani. Egyrészt még nem sikerült annyit írnom egyszerre, hogy elfáradjak tőle, pont ellenkezőleg. Annyira bele tudom lomálni magam, hogy utána még megállni sem tudok. Tehát, hogy ezt talán úgy kell elképzelni, hogyha hétköznap írok videószöveget, akkor figyelnem kell arra, hogy befejezzem, mit tudom én, legalább egy órával lefekvés előtt, mert ha nem fejezem be, akkor tovább fog pörögni az agyam. Tehát, hogy nem sikerült eljutnom, még sosem sikerült eljutnom egy olyan pontra, ahol azt mondta volna az agyam, hogy elfáradtam. Tehát, hogy azzal az egyik helyfoglalással nem tudok egyetérteni, és a másik meg összeszedi nekem a dolgokat dolog meg azért egy veszélyes aspektus, mert az internetről beszélünk, ahová bárki felírhat bármit, és azt te honnan tudod, hogy nem fasságot szedett össze. Hát pont ezért mondtam azt, hogy erre, mondom arra jó, hogy összeszedje, de azt nem zártam ki belőle, mindkét esetben kell a kontroll. Tehát kell az, hogy végignézze valaki, végigolvassa valaki, akinek kell foglalkozzon vele. Meg azért valljuk be... Hogy az Unió mit fog csinálni most, nem tudom, hallottad ezt a szabályozós mizériát? Nem. Most én sem tudok róla pontosan, hogy ez mit akar, de elvileg valamit szabályozza. Valamilyen helyfoglalást elfogadott most az Európai Unió a napokban, hogy vigyázni fognak arra, hogy... ne használhasson minden kreatív tartalmat csak úgy megállás nélkül a mesterséges intelligencia, hogy abból új cuccot csináljon az eredeti jogtulajdonosok tudta nélkül. Persze, ebből volt botrány, mert kettő írónak is a szószerkezetét és fogalmazását használta. Zseniális. És igen, van tehát, még valami tehát az más a... korlátozás, és nem olvastam el az egészet, szóval megmondom őszintén, nem tudom annyira. De valóban pont az Unió kezdeményezett, ez biztos. De például mit tudom én, arra tökre el tudom képzelni, hogy száraz munkákra is mondtad. Kreatív munkánál megmondom, hogyha valaki olyan témában, tematikában ír, akkor történelmi események összeszerzésére szerintem teljesen jó. Nyilván még meg kell erősíteni a forrásokat is hozzá, tehát utána kell még olvasni. De hogy... Próbálom ezt megtalálni közben. De hogy azért, na, tehát van egy hasznos oldala, de kizárólag asszisztensi, tehát én csak úgy tudom elképzelni. Azt mondja, hogy Amúgy ilyen gamer híreket kéne csinálnunk így havonta. Azt mondja, hát nem specifikusan gamer hír, de... De bármilyen hírt. Valami ChatGPT botrány indította ezt el, és elsősorban most a zenére fókuszálnak rá, azt írják. De igen, copyrighted music, tehát hogy arra vigyáznak, hogy a... De én még mindig nem hiszem el, hogy az a mesterséges intelligencia elég kiforrott ahhoz, hogy zenét írjon, ez nem. Tehát a zene az annyira... De van, tud írni, a Suno pont. Technikailag képes rá, de szerintem észrevehető. De most még nem, megmondom őszintén, nem hallgattam még mesterséges intelligenciás zenét. De... Én tudok neked mondani, például a Bükit a Daninak a csatornájára, ha felmész, neki van egy zenéje, amit AI-val írt, külön megtalálható, és külön beszél arról, hogy a Suno pont AI felületét használta erre. Amivel én is ismerkedek amúgy, és basszus, azt mondja, hogy igen, hogy ilyen rap zenékre meg mindent, azt már tudja simán.
generálni, de viszont a Sunó ponton én találtam olyan szempült, aminél konkrétan egy metal zenére beírtam egy szöveget, angolul természetesen, és simán felén leénekeltem, meg simán komponált hozzá. Ez, tehát elképesztő, amit tud. Nyilván hallatszódik. Tehát hallatszódik, hogy egyrészt nem olyan tiszt, Sémákra használ. igen, nem olyan tiszta a minőség, abból hallatszódik, a másik pedig az, hogy a vokálnál hallod, hogy így tud így, mikor hirtelen elcsuklik a hang, meg hajlításban van. Ez a szintetizált, igen, meg amikor elcsuklik a hangja random, mint a Voice AI-ban, Hogy amikor nem bírja kiejteni a szót, meg ilyenek, ezt imádom. én őszintén szóval én egy valamire tudnám és szeretném használni amúgy kifejezetten az AI-t ilyen szempontból, szerintem mashupok készítésére, tehát mikor két-három zenét egybeolvasztasz, szerintem arra baromi jó lenne. De ez az én meglátásom. Akkor Hát nem... arra is vannak ellenpéldáim, amikor valaki valami nagyon jó ötlettel áll elő, és úgy változtatgatja a hang magasságát és a tempóját némelyik zenének, amire nem gondoltál volna, és a végeredmény meg zseniális. Főleg, ha még remixeli is közben. Fú. Igen. Nem mondom, hogy semmire nem lehet használni az AI-t, de nagyon vigyázni kell arra, hogy mire használod, mert lehet erről vitatkozni naphosszat, hogy mi etikus, mi nem, mi az, ami szavatolható, és mi nem. Én részemről nyitott vagyok rá, de csak bizonyos keretek között az abszolút. Persze. Abszolút egyértelműsíteni szeretném, de mondom, hú basszus, amilyen mémeket csinálnak vele, ezeket a mémeket soha nem lehetne másképpen, mi a hivatalos színészt megkéred, hogy beszéljen bele egy mikrofonba, a vizé álvaszarásról, vagy mi egymásról, persze biztos kapható lesz rá. Zseniális, miket lehet csinálni. Mondjuk ennek kapcsán volt valami felhördülés, emlékszem. Most eszembe jutott, hogy van egy ambiciózus animátor ember, aki csinált egy stop motion Scooby-Doo animációt, és tényleg házilag csinálta az egészet, de egyetlen hibát vétett. A szinkron színészek AI generáltak voltak. Tehát az eredeti Scooby-Doo szinkron színészeket, köztük a Frank Welkert is, aki a mai napig életben van, és a sorozat indulása óta Frednek a hangja, meg amióta az eredeti Scooby-Doo hang meghalt, a Scooby-Doo-nak is ő a hangja. Frank Welker esetében is Voice AI-t használt, és ez egy kicsit kiakasztotta azokat az, ne, valamelyik, némelyike, némelyik szinkron színész, nem tudom, hogy Frank Welkert is, szerintem őt nem, mert neki elég dolga van ahhoz, hogy ne hisztizen amiatt, hogy A. elvette a munkámat az AI, mert hangefekteket is tud produkálni, nem keveset produkált hangefekteket is, a szájával természetesen, de azt hiszem, hogy az eredeti vagy második Diana szinkron színész, hát ő egy kicsit elvetette a súlykot, mert valamilyen, majdhogy nem ilyen nyilvános megszégyenítős stántot nyomott a szerencsétlen embernek, akinek ez volt élete első nagyobb volumenű munkája, és még egy ilyen szerencsétlen, még egy ilyen bocsánat kérő posztot is írt, hogy ne haragudjatok, de nem volt pénzem alkalmazni az eredeti szinkron színészeket, nem tudtam, hogy ebből ekkora baj lesz, én nem akartam senkit megbántani, csak csinálni akartam egy stop motion Scooby-Doo kisfilmet, és nem, de haragudjatok, tényleg, remake-elni fogom az egészet igazi szinkron színészekkel, ha ez ennyit jelent, csak ne bántsatok! Igen, tehát, hogy azért meg kell találni az arany középutat a diskurzusban, nem kell egyből le keresztre feszíteni azt, aki akár csak elmer gondolkodni a használatán, főleg, ha figyelembe veszük azt, hogy idáig arról vitatkoztunk, hogy mi az, ami jó és mi az, ami nem. Csak az a Igen. baj, hogy ez egy olyan változó, amivel számolni kell. Hát maradéktalanul elpusztítani azt, amit már megcsináltál, amit már kitaláltál, megalkottál technológiát, úgy sem fogod tudni, ezért kell azt csinálni, csak evidenciában kell tartani, amit a Robin Williams is csinált, mielőtt meghalt volna. Kikötötte, hogy bazzeg, mit tudom, 30 vagy 40 évig nem lehet használni a kinézetét és a hangját semmilyen formában a halála után. És sajnos hiába van a Disneynek a legbelsőbb, legszentebb páncélszekrényeiben eldugva állítólag valami, nem is tudom pontosan a statisztikát, valami 10 órányi improvizált felvételt vettek fel az első Aladdin filmhez Robin Williams-szel.
mert egyszer csak beült a stúdióba és elkezdte pufogtatni a poénokat, és a mit tudom én 2%-át használták fel a befejezett filmhez, de jogilag kötve van a Disney, hogy nem adhat, csak nem is adhatja ki még nyersen sem a nyers Robin Williams, vágatlan Robin Williams impro felvételeket, mert ő már pedig meghagyta, hogy tudta, hogy mekkora fasz a gyerek ő, és azt mondta, hogy hát már pedig az én halálom után senki nem fog belőlem legalább egy bizonyos ideig pénzt keresni. Semmilyen. Jaj, ne, elrontottam! De kíváncsi leszek, hogy megérem-e azt, hogy Robin Williamsnek az eredeti Aladdin tékjeit vágatlanul megtapasztalhassuk, mert tényleg valami nevetséges, hogy 10 órányi legalább, megnézem, kíváncsi vagyok. Ezt elbasztam nagyon, de nem baj. Nem, improv. Mennyit improvizált? Nem. Uram, atyám, bazd meg. Azt mondja, hogy 16 órányi anyagot vettek fel az első Aladdin filmhez Robin Williams-től. 16 órányi anyagot? Hát annyit improvizált a stúdióban, hogy 16 órányi hanganyag van Robin Williams-től, amit még legalább egy pár évtizedig nem fogunk hallani. Beszarok. De azt hiszem, hogy egy-két mondatot az elmúlt 20 évben kiadtak, de ennyire telt tőlük. De meg is értem Robin Williams-t, mert azt hiszem, ő ezt azért csinálta, akkor még nem volt voice AI, amikor ő élt és meghalt, kedvencünk. Akkor még nem volt voice AI, amikor ő élt és meghalt. Lesz egy... Baszki, meghaltam! Miért ne hal? No one escapes the Dahaka. No one escapes, de nem kapott el, csak én beugrottam a izébe. Attól függetlenül sem. Ha ő nem öl meg, akkor a gravitáció fog megölni. Jaj, utálom ezt az óratornyos szekciót, azt mindig el fogom mondani. Mindenki szereti a Dahakát. Robin Williamsnek volt egy ilyen összecsapása a Disneyvel, tehát ő azt mondta, hogy akkor játsza majd a Jint, hogyha nem vele fogják marketingelni. Megint ugyanúgy meghalok. Hát Jenny. Igen. Ismét is a tudás anyja. Igen. Megeskedte a Disneyt, hogy akkor ne vele marketingeljék a filmet, hanem ne azért nézzék meg az emberek, mert ő benne van. Meg a Jin karaktere miatt. De a Disney hát átbaszta a palánkon, és Dafke Robin Williams-el és a Jinnel marketingelte a filmet, és erre ő annyira berágott, hogy a folytatásra nem jött vissza, de a harmadik részre aztán visszajött mégis. Viszont gondolom ennek is köze volt ahhoz, hogy a végrendeletébe beírta azt, hogy hát akkor nem használhatjátok az esetleg még potenciálisan eldugva heverő cuccaimat a jövőben, közeljövőben. De azt hiszem, amúgy teljesen jogos, hozzáteszem. Tehát én... Nyilván, abszolút. Abszolút jogos. És ezt azért mondtam el, mert az AI meg a halott színészek CGI újratámasztásánál mindig az merül fel, hogy hú, a leszármazottait kérdezik meg, hogy hozzájárulnak-e, ami hát csak akkor működik, ha vannak leszármazottjai. De szerintem ezt úgy lehet a legjobban egyszerűen counterölni, hogyha az emberek a végrendeletünkbe beírják, hogy és nem használhatjátok fel a hangomat arra, hogy voice AI-t feedeljetek vele, nem csinálhatok szintetikus rekreációt a hangomból, lehet, hogy ezt majd én is beírom a végrendeletembe, mert már bőven szerintem van annyi hanganyag rólam az interneten, hogy abból valaki AI tudna csinálni, hogy nem csinálhattok egy szintetikus Spyro Guide-t. Ha meghaltam, akkor mint Spyro Guy véget értem létezni, és pont azért volt zseniális az, amíg léteztem, mert addig volt egy limitált időszak, ameddig megtapasztalható voltam, és miután már nem létezem, utána csak az volt, amit itt hagytam. És a többi néma csend. Szóval ne akarjátok rekreálni a semmiből azt, ami már nincs. Mondta a Dr. Zeus, hogy nem sírjál azért, hogy véget ért, hanem örülj azért, hogy megtörtént. Ennyi. Igen. Nem kell erőltetni. Egy csomó másik szép dolog van a világban, amire oda lehet figyelni. Akkor is, ha az a bizonyos dolog már nem létezik. Rengeteg, annyira sok kreatív tartalom van a világban, hogyha megállás nélkül a gép előtt görnyednék, akkor sem lenne egy élet elég ahhoz, hogy megtapasztaljuk mindent. Még a jót sem.
tudom, nehéz megtalálni, nem egyszerű levadászni, és ahogy telik az idő, egyre nehezebb. Nem mondom, hogy könnyű megtalálni, és a legkevésbé sem állítom azt, hogy ez egy egyszerű journey lenne, hogy erre rábukkanjunk, de egyrészt, ha egyszer megtaláltad, akkor az egy reprodukálhatatlan élmény, amikor egy olyan dolgot találsz, ami beklikkel az agyadba és tetszik is neked. Igen. Másrészt meg mindig lesz egy másik, tehát ezért is nem szoktam véget érő dolgokat sokáig gyászolni. Volt egyszer ember mondta nekem, hogy jaj, ez az online játék véget ért, mit fogsz csinálni most, hogy nincsen, tovább megyek tovább és keresek egy másikat, mindig van egy másik cucc, amire oda lehet figyelni. Tehát, hogy nem kell emiatt gyászolni. Meg kell őrizni az emlékeket és tovább kell lépni, cső. Ennyi. Amúgy igen. Én is így gondolom. Szerencsére a zene pont nem egy ilyen jellegű dolog, de hát most már a játékok egyre inkább arra felé mozdulnak el, hogy megismételhetetlenné válnak bizonyos módon. Például, hát nem mondom, hogy szívfájdalmam, és nem, azt sem mondom, hogy nem hiányzik, hát ilyen köztes állapotban vagyok, de az Uno játékoknak volt egy olyan inkarnációjuk, amiket én nagyon bírtam, és hát véget ért a támogatásuk, és most már nem elérhető. Tehát volt ez az Uno and Friends nevű Uno játék változat, aminek remek volt a kinézete, nagyon jó volt a zenéje, nagyon tetszettek a mechanikák, amiket használt, de az a helyzet, hogy a fejlesztők limitált idejű licenszet használtak, mert az Uno elvileg úgy épül fel, hogy a Mattel, aki az Uno-nak a jogtulajdonosa, az mindig más fejlesztőknek adja az Uno licenszt, és mit tudom én, 5 évente cseréli a játékfejlesztőket, akikkel szerződést köt, és hogyha lejár a szerződés, akkor legjobb esetben elérhetetlenné válik a kérdéses játék. Most éppen a Ubisoftnál van a licensz, és ők csinálják ezt a legújabb Uno játékot, ami hát nem túl jó, játszottam vele. A Facebookos változata nem keres sem, mint a kurva élet. De a PC-s és a konzolos változata igen, egyfolytában kidobál szerverekről, egyfolytában összeomlik. Az gyönyörű. Jó, hogy ahogy működik. De viszont a 360-as az a szimpla, az egyszerű volt, de nagyszerű, és ez az Uno and Friends viszont zseniális volt. Sosem fogom elfelejteni a piros delfint. Azt a csibi piros delfint. Mert lehetett ilyen tamagocsit nevelni benne, és ezek a tamagocsi állatkák, ezek plusz képességeket adtak a karakterünknek, amiket használhattunk az Uno meccs alatt. És ez zseniális volt, ez az Uno and Friends-nek ez volt a koncepciója. Tehát az állatpajtásunk volt egyrészt a Friends, de volt benne közösségi oldal is, tehát egy ilyen gyakorlatilag hozzá Pokémonokat adtak az alap Uno játék élményhez. Nagyon jó volt ez az Uno and Friends. És hát nagyon sajnáltam, amikor véget ért, de bőven van más helyette. És van egy-két kép, amit meg elmentettem belőle, mert tudtam, amikor már hallottam, hogy vége lesz, akkor csináltam egy-két képernyőmentést, hogy meglegyen. Hát szerintem a mai napig megvan a zenéje, bizonyos zenéi és bizonyos artwork-ök el vannak belőle mentve nekem valahová, ha jól emlékszem. Nem tudom pontosan hová, de igen. Dan-da-dan-da-dan-da-dan. Akkor ez az oka, hogy más megjelenéseiben a Genie-nek nem ő volt a hangja. Igen, igen, tehát, hogy a Robin Williams összekapott a Disney-vel. Ja. De aztán visszajött. Aztán még egyszer legalább visszajött. Meg ez Amerikában az eredeti szinkron színészek esetében úgy szokott lenni, hogyha elég sikeres is ahhoz a film, hogy tévésorozatot csináljanak belőle, ott biztosan nem az eredeti színész lesz a hangja, tehát ő nem fog leszerződni egy nem tudom hány évig, potenciálisan hány évig tartó tévésorozathoz minden reggel bemasírozni a szinkron stúdióba, hogy az aznapi felvételt felvegye, mert annál elfoglaltabb az ember. De ez így is szokott lenni. Viszont ezért jó dolog lokalizáltan megtapasztalni ezeket. Mert lehet, hogy a Ben Stiller nem fog a Madagaszkár sorozathoz minden nap bevonulni a gyerek tévészi. Ó, az animáció érdekes volt.
a gyerek TV szinkron stúdiójába lenarálni egy adag epizódot ebédpénzért, de abban biztos lehetsz, hogy Revicki Gábor nem egy hollywoodi sztár, és a Madagaszkár pingvinjeiben ugyanazok a szinkron színészek lesznek a hangjai a pingvineknek, mint a mozifilmben is. Ez az egyik fő pozitívuma a lokalizációnak, ha belegondolsz, hogy nekünk emiatt nem kell aggódni, mert Kerekes József és Revicki Gábor a kisebb költségvetésű adaptációban is ott lesznek ugyanúgy. Nem hollywoodi sztárok ők, akiknek emiatt aggódniuk kéne. És remélem Revicki Gábor nagyon jól van, és folytatja a küzdelmét. Drukkolok neki, nem tudom, hogy éppen hogy van, csak az első meg a második hírét hallottam. De hát, hogyha... Én küldöm a pénzenergiát, meg a pozitív energiát neki. Madagaszkár pingvinjei meg egy reprodukálhatatlan művészeti alkotás. AI nem lenne képes arra, hogy azt megcsinálja. Azon gondolkozom, hogy Madagaszkár pingvinjei... Nem kértem, hogy falon fuss el, idióta. Na jó, de... Warrior Within-t mióta érdekli azt, hogy mit kérsz tőled? Ja nem, csak néha előfordul, hogy így benne vagyok a fightba, és akkor úgy dönt, hogy elkezd futni. Arra is van valami combat mozdulat, nem, hogy leveted magad a falról, ahogy felfutsz rá, legalábbis a Two Thrones-ban van. Na jól emlékszem, hogy ráfutsz a falra, leugrasz róla, és ne kiveted magad az ellenfélnek. Most eszembe jutott a Madagaszkár pingvinjeiről, hogy volt annak egy ilyen mozgásérzékelős játék adaptációja, ami legalább Kinectre megjelent, viszont hát Kinectem nekem nincs, mert nincs hozzá elég living space-em, hogy használni tudjam. Viszont van PlayStation I-om, Wonderbook-om is, és amúgy, PlayStation Move-om. Amúgy, hogyha hozzáérnek a vízhez, akkor megsemmisülnek, csak úgy mutattam. Ők is, mint a Dahaka? Mert igen, de nem szeretik. Hát nem szeretik, ők nem szeretik a vizet, ahogy Anakin nem szereti a homokot. Ez egy ilyen körforgás. Hogy Anakin nem szereti a homokot, a homok meg nem szereti a vizet, és Anakin sem. Az után a gyűlölet körforgása. Legalább megsporoltál 2 perc fightot. Aha, itt lesz majd egy életnövelő dolog, mert az a cucli, az a gólem dobálni fogja itt a korongokat úgy, ahogy van. Istenem, semmi kedvem ehhez. Even more golem gaming. Hát arra vagyok kíváncsi. Jó, pöfékelek egyet, azt nekiállunk. Pöfékeljen. Tényleg, meddig tervezünk? Hát én most speciál ráérek, de azt nézem, annyi az idő. 9 óra, hát még egy legalább egy óra bőven bennem van. Abszolút. Jó, nálam is. Madagaszkár pingvinjeinek a PS3-as verziója van-e? Az a kérdés. Húha! Van! Yes! És akkor ezt gondolom... Elnézést! Egészség! Aha, Wii verziója is van. Ó, az van valami speckó, valami tablet kell hozzá, az nem jó. De... PS3-as verzióhoz mi kell vajon? PS3-as verzió, ahó! Látszik, hogy idegen engem a játék, mert már itt nem azt mondom, hogy halomnyit pöfékeltem, de így érzékelem magam, hogy itt gyűjtögetem itt magam mellett a... Csikkeket? Igen. Ha. Jó, de hát nem rendes cigi, tehát. Igen, ez az-e? Hát ez a glow. Hát nem tudom, mi fánterem. Nem vagyok cigarettában. Az dohánypárát fújok ki vele, nem füstöt, tehát nincs égés, tehát nem kell meggyújtani a cigi végét, stb. Aha. Ezzel sem mondtál sokat, de... Annyi a lényeg, hogy nem füst keletkezik, hanem dohánypára, gyakorlatilag, mint az elcigénél dohánypárlatot gőzölsz ki kvázi, csak annyi a különbség, hogy ebbe valóban dohány van, még az elcigibe ugye egy likvid van, ami nikotinos tartalmú. Ennyi a sztori. És amúgy pár perc alatt el is tűnik a szaga, ha valaki zárt helyen pöfékel.
hatékonyabb verziója. Igen, igen, mert gyakorlatilag a készülék is olyan, hogy ezt a Nem szálat... cigaretta barát, nem cigarettázó barát. Jó, az oké, okay. Csak hogy én így mesélem így a többieknek, hogy a készülék is olyan oké, hogy akkor a szál, mint egy cigi, de Rosszul hangsúlyoztam, tehát nem az, hogy nem cigarettázó barát, hanem hogy a nem cigarettázók irányába baráti, hogy nem kell amiatt aggódnod, hogy beszívja a fal, meg ilyesmi. Ja, igen, igen, abszolút, jól gondolod, igen, igen, pontosan. Rosszul, nem mindegy, hogy nem cigarettázó barát, vagy nem cigarettázó barát. Igen, igen. Tehát gyakorlatilag amúgy ennek az az előnye, hogy nem tud lerakódni. Így a Igen. tehát a kátrány ugye lerakódik az elektronikai Tehát, hogy cikkekben. a stream végére nem fog csapatokban lerohadni a fal körülötted, erre próbáltál asszociálni. Igen, konkrétan, mert gyakorlatilag a készülék az kívülről hevíti a brudot, amit szívok, és így. Végre valahára találtam egy borítóképet a Madagaszkár pingvinjei PS3-as verzióról, és igen, tehát azt mindig elfelejtem, hogy a PS3-nak a kontrollere az mozgásérzékeléssel rendelkezik beépítve. Sixaxis. Tehát, hogy Igen. igen. És megbukott ez a technológia. A LER Zseniális. volt a launch title-e, és én imádtam a LER-t, és Ami nekem megbukott. megvan véve, és a mai napig a backlogomban van. Azt is ki kell próbálnom, tehát megvan az két példány. Ha tehetek javaslatot. Tehát. Jó játék, de nagyon fel... Tehát a Sixaxis-szal irányítod, mert analóg irányítás is van benne, de én javaslom, hogy Sixaxis, mert amúgy csuklóból nagyon könnyedén tudod mozgatni a sárkányt. De mikor rázni kell dolgokat, mert mitől egy kapcsolót meg kell húzni, vagy... Én szeretem a mozgásérzékelős Tehát azt játékokat, szóval izomból nekem ez nem kell, lesz meg problémám. amúgy egy 360 fokos fordul... Bocsát, egy... De nem 360. Tehát a háta mögé tud fordulni, gyakorlatilag egyből 180 fokba, egy ilyen hirtelen felrántásnál. Tehát nagy mozdulatok kellenek ahhoz, hogy hatékony legyen. Csak ezt azért Nagyon mondom, mert... kíváncsi leszek rá. Tehát az egy erős kardió játék valahol, ami teljesen jó, én szeretem. Hát azt nem bánom, mert úgy is rám fér, és hát mondom, már mondtam az előző streamben szerintem pont, hogy én hülyére játszottam magamat a Samba de Amigo Party Centrállal, ahol szintén lóbálni kell a joyconokat és egy táncolós arcade játék, szóval nekem bőven jöhet a mozgásérzékelő, én nem idegenkedek tőle, viszont most megtaláltam a Madagaszkár pingvinjei játéknak a PS3-as változatát, és úgy látom, hogy a 360-as és a Wii-s verzióval ellentétben nem kell hozzá plusz hardware szar, nem kell hozzá Kinect meg Wii Surf deszka, hanem csak simán a Sixaxis technológiát használja. Tehát még a mozgásérzékelő kamera sem kell hozzá, amit én a Wonderbook kedvéért szereztem csak be. Hanem csak simán a... Én azzal sose játszottam a Wonderbook-kal, chip. biztos Na, lesz. Hát én egyet vettem, csak a dinoszauruszok a földurai játék kedvéért, ez benne lesz a következő videóban, mert csináltam róla a gameplayt is, tehát offscreen volt, mert nem tudok felvenni Capture Card-dal PS3-on. De ja, erről majd lesz szó. Minden esetre most arra vagyok kíváncsi, hogy hol lehet ez hozzájutni. Tényleg, hogyha már PS3-on Prince of Persia-nak van egy remasteredes verziója a trilógiának, PS3-on, de undorítóan néz ki. Tehát senkinek de, nem ma ajánlom. Úgy érted, hogy gyönyörűen néz ki. Hát a Warrior Within minden esetre undorítóan néz ki, mert az árnyék séderek felét, meg a stilizált, a játék művészeti kinézetét adó shadereket egyszerűen rájuk néztek, és azt mondták, hogy ez nem kell, és a játék meg befejezetlennek néz ki, azok nélkül. Én néztem gameplayt a Sands of Time-ról, meg a Two Thrones-ról, azok talán még elfogadhatóan is néznek ki, de a Warrior Within-t rettenetesen kiherélték ezzel a döntéssel, annak alapján, amit láttam. De Herceg undorítóan néz ki benne konkrétan. Igen, igen. Zseniális. Mintha valami pehelyszakáló kis srác lenne. Frissen megmosva az arcocskáját a legközelebbi kútban. Tehát meg abszolút. Az összes mocskot letakarították róla. A Two Thrones-ban pedig glitch-el nincs rendesen, nem működik rendesen a Sötét Hercegnek az effektje, az írás effektje, ami világít a testén, attól függően olyan intenzitással, amennyi
homok még van benne. Tehát minél jobban világít, annál életerősebb, és ha haldoklik, akkor meg kihunyó filmben van a fény, ha meghalt, és ha pedig meghalt, akkor kihuny a fény, Igen. és az a PS3-as verzióban el van baszva, de én ennyit vettem észre problémát a Two Thrones-ból. Tehát játszhatónak játszható, mindegyik, mind a remaster verzió is, de ucsmányul néz ki. Csak az audiovizuális kreatív indítatás az, ami visszafordíthatatlanul el lett baszva végül is. Közben itt megnézek minden általam ismert használt konzolárust, hát hogyha valahol megtalálom azt, amit keresek. Mielőtt még elfelejtem. Nope. But too bad. Ez viszont egy kellemes. Aha. Kellemes meglepetés. Aha. Kéne vinni megint a maszkát. Ez is egy olyan jó kell. Jaj, tényleg, majdnem elfelejtettem. Azt nem tudom, mondtam-e. Az akkor még nem történt meg. És hogy hallottad-e, hogy a Toys for Bob az bejelentette, hogy indie cég lesz. Nem. A Toys for Bobról annyit kell tudni, hogy ők... Igen, itt van a dobálós rész, amiről beszéltél. A Toys for Bobról annyit kell tudni, hogy ők jegyzik a Skylanders játékokat, és ők csinálták a Crash 4-et is, meg a Spyro Reignited trilógiát. És na, őket most félúton, miután megcsinálták a negyedik Crash játékot, hát az Activision szokásához híven készen állt arra, hogy rabláncra verve beszáműzzék őket a Call of Duty, hogy mondják ezt magyarul, kőfejtőbe, hogy aztán életük hátralévő részében Call of Duty játékokhoz adjanak fejlesztési supportot hasonlóan a Raven Softwarehez, akikért szintén nagyon kár, és hát CV11 névre hallgató youtuber rendszeresen megsiratja őket, mert nagyon értettek az FPS játékok fejlesztéséhez, de most már ezt a tudásukat ők is a kódjátékok fejlesztgetésére, meg toldozgatására, foltozgatására használják. Szóval, Toys for Bob megcsinálta a Skylanders játékokat, Toys for Bob megcsinálta a következő Crash játékot, aztán Toys for Bobnak azt mondta az Activision, hogy na hát akkor köszönjük az együttműködést, mehettek ti is szépen a kőfejtőbe csinálni a következő kódjátékot, és ezt el is kezdték, úgy nagyjából 2 évig, ha jól emlékszem, csinálták. Supportot biztosítottak az érkező kódjátékok fejlesztéséhez. Viszont még érdekes módon valakinek a fejéből kipattant az, hogy Crash Bandicootból kéne csinálni egy live service játékot. És ebből lett ez a Crash Team Rumble, ami nekem nagyon tetszett, bevallom őszintén. Nem vagyok live service ellenes játék. Nagyon intenzív, hát nem, most már nem intenzív, de aktív Fortnite élvezőként azt kell, hogy mondjam, hogy én nem ellenkezem vehemensen a live service játékok koncepciója ellen, csak azt nem értik meg sokan, hogy a Fortnite azért működik, mert van egy komplett fejlesztő brigád, aki mögötte van, és csak és kizárólag azzal foglalkozik, semmi mással. Tehát ha egy bejáratott fejlesztő fogja magát, és azt mondja, hogy hát én most csinálok egy live service játékot, akkor az azért nem fog működni, mert gondolom, van még más tervük az életük hátralévő részében. Persze. De az Epic Games-nek nincs. Ők a Fortnite-ot fogják csinálni, amíg létezik, és ezért megy a Fortnite, ezért működik a Fortnite, mert egyfolytában csak is kizárólag azon dolgoznak, semmi máson. Na de, erre azért akartam kiukadni, mert a Toys for Bob, akiknek nagyon jó, nagyon kellemetes, aranyos, cuki, imádnivaló múltjuk van. Madagaszkár első két Madagaszkár játékot is ők csinálták, sőt vicces módon a Madagaszkár 2 játékadaptáció volt az utolsó nem Skylanders-es játék, amit csináltak az első Skylanders játék előtt. Zseniális, tehát már 2000, már legalább 14 éve Crash és Spyro tematikában forgolódnak ők, de arra akartam kiukadni, hogy most akkor őket is bedobták volna egyrészt a Codemine-ba, a Cod kőfejtőbe, másrészt meg Crash játékból kellett csinálniuk, akár a hatodik haszakal, akármilyen úton, módon live service játékot, és ezt meg is csinálták, ez sikerült nekik,
Nekem tetszett a Crash Team Rumble, és éppen ezért érdeklődve vártam azt, hogy mi fog vele történni. Hát az a helyzet, hogy a Toys for Bob szerintem ezen a ponton azt mondta, hogy kurvára elegük van, kiégtek, vagy beszartak, hogy most már erre lesznek ők kárhoztatva karrierjük hátralévő részében, és azt mondták, miután, gondolom ez egy régóta érő terv volt a részükről, a Microsoft megvette az Activision-t, és szinte ez egy tavalyi dolog, tavalyi év második felében történt, ha jól emlékszem. Nagyon nekem úgy érződik, hogy a Toys for Bob várta a kiugrót, hogy mikor szállhat ki ebből a bizniszből, mert tudta, hogy mi történt például a Raven szoftverrel, és nem akart arra a sorsra jutni. Valószínűleg valaki tisztában volt vele, hogy ha a Microsoft megveszi az Activision-t, akkor a Microsoft fog az ilyen dolgokról dönteni, nem az Activision fogja azt eldönteni végső soron, hogy a Toys for Bob mit csinálhat és mit nem. És ennél fogva a Toys for Bob meglépte azt, hogy ők akkor azt mondták az Activisionnek, hogy hát mi ezt nem akarjuk tovább csinálni, bocs. Nem akarjuk a hátralévő életünket erre elkárhoztatni, hogy egyrészt kódjátékokat fejleszgetünk nektek, másrészt meg a live service Crash játékot csináljuk, és azt mondták, hogy ők indie fejlesztők lesznek, bármikor állnak a nagyobb fejlesztő brigádok rendelkezésére, de most már nem az Activision égisze alatt fognak kontárkodni, ahogy azt már vagy két évtizedet csinálták, sőt, gyakorlatilag hát az első Madagaszkár játék 2004-ben jött ki, szóval legalább 20 éve az Activision alatt voltak már azóta is. Na de most ők indie fejlesztők lettek, állítólag már most dolgoznak valamin, aminek én nagyon örülök, mert valószínűleg a Toys for Bob fennmaradásához ez egy elengedhetetlen dolog volt. Másrészt viszont egy kicsit szólti vagyok, azért mert a Crash Team Rumble-t én nagyon bírtam, és emiatt most a Crash Team Rumble kevesebb mint egy évvel a megjelenése után befejezi a supportot. Tehát így konkrétan Crash Team Rumble az odáig jutott, hogy volt egy első évad, ahol ingyenes volt a Battle Pass, vagy Season Pass, vagy mi a tetőnek hívják. Második évadban nem tudom pontosan mi történt. Ja nem, akkor jött Ripto, arra emlékszem a poszterére. És harmadik évadban jöttek még Spyro karakterek, Spyrót és Elorát most adták hozzá. És akkor az emberek így nézegették a fájlokat, velük egyetemben én is, és akkor vártuk a tenyerünket, hogy mondják ezt, dörzsölve, hogy hú, a következő évadban kiket adnak hozzá. Volt ez a Crash Nitro Kart Racing, amit a, vagy mi a franca neve, a Beanox csinálta, és egy ilyen fél Nitro Kart remake, meg nem is, meg igenis, meg nem is. Valamennyire félig meddig, de nem teljesen. És így várták az emberek a fájlokból következtetve, hogy akkor jönnek még Crash karakterek és új módok, meg új pályák, amiket tízeltek, de még nem tettek be a játékba. Erre jön a Toys for Bob, és azt mondja, hogy hát bocs, szeretnénk szabadulni rabláncainkból, és hát ennek az a velejárója, hogy akkor azt, amit jogilag az Activisionhöz van kötve, nem támogathatjuk tovább. És mondom, örülök nekik, és támogatom őket, és cukimuki, de szívem csücskeik, de nem lehetett volna ezt mondjuk egy évet még kihúzni, könyörgöm. Tehát, hogy a játék nem élt egy évet, és most kapott egy ilyen utolsó update-et, banyag, kapott egy idézőjelesen negyedik évadot, ami annyiból áll, hogy ez tényleg egy nagyon kellemetes gesztus volt a részükről, hozzáadtak egy olyan Battle Pass-t a játékhoz, ami 500 tierből áll, és valami 2900 napja van mindenkinek befejezni, tehát hogy valami átszámolva a napokat valami 28 évig fog tartani ez az évad, aminek a Battle Pass-ébe belerakták az összes eddig létező itemet, amit korábbi passzokban állakolni lehetett, és még egy-két bónuszt hozzá. Kivéve az előrendelési bónuszt, amit nem fognak visszamenőleg elérhetővé tenni, de mindegy is, az egy skin volt. Tehát ez egy nagyon jó végjáték szerintem, az elképzelhető legjobb végjáték egy live service játékot tekintve, az, hogy nem kapcsolják le, és nem szűnik meg létezni instant, csak azért, mert valaki megvonta a vállát, és azt mondta, hogy hát most már nincs kedvünk hozzá, csak 8 hónapig volt hozzá kedvünk. De attól függetlenül is az egy kicsit gáz, hogy
most már akkor sosem tudjuk meg, hogy mit adtak volna hozzá a játékhoz, mert igen, nagyon jó munkát végeztek eddig is. A játék továbbra is elérhető, fizettél érte, ameddig játékosok vannak, akik, de azt hiszem, hogy bot support is van benne, szóval ha ideig nem csatlakozik ember a matchmakingbe, akkor előbb-utóbb potokat ad hozzá a játék, de most már sosem tudjuk meg, hogy mi lett volna. Vagyis, hogy pontosan tudjuk, hogy mi lett volna, és nem fogjuk megkapni, tehát tudjuk, hogy Nina Cortexet hozzáadták volna a mogyorótörő kezeivel, a vas kezeivel, amit nagyon vártam, meg azt a Thompsonos patkányt az első játékból, akivel aztán a Crashnek a barátnője dobta a Crasht, hogy hívták, nem igaz, valami Pinstripe Potaru, vagy mit tudom én, mi volt a neve, ilyen mafiózó karakter volt, és az első játékban volt boss, és egy Tommy Gunnal rövöldözött Crashre bossként. Ja, meg még a Tiny Tigert is hozzáadták volna karakterként, na de igen. Jó, meghaltam. A fájlok van félig befejezett formában, most már sosem fogják hozzáadni a játékhoz, sajnos. Hallod? Megállt a játék megint. De jó. És mikor mentettél utoljára? Most! Akkor jó. Akkor sokról sokat nem vesztünk. Zseni. De ja. Tehát örülök neki, hogy nem kapcsolták le a szervereket, és továbbra is meg lehet tapasztalni a játékot abban a formájában, amit befejeztek belőle. De hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem találom ironikusnak azt, hogy egy játékot, amihez még, bazd meg, szerintem 2 hónappal ezelőtt volt a izé. Volt ennek a játéknak McDonald's promóciója, érted? A Crash Team Rumble-nek véletlenül láttam a reklámját neten, és talán még McDonald's-ban is láttam, nem mintha túl speckó lett volna a Happy Meal menü, amit csináltak hozzá, mert most már a McDonald's-ban sincsen olyan speckó Happy Meal menü semmihez, de hallod? Mennyire ironikus. Tudom, mi a probléma? Az, hogy összeomlott, értem, de... De a gép az nem, csak most meg ki sem menni tudok. Basszeg. Ja, produktív. Tehát, hogy igen, tehát elkezdek beszélni a Crash Team Rumble haláláról, és az egész stream összeomlik. Zseni. Mennyire gáz az, hogy valamihez csinálnak McDonald's promóciót, hogy felkeltsék az érdeklődést, a játékkal szembeni érdeklődést, és 2 hónappal később meg azt mondják, hogy köszönjük, ennyi volt. Nevetséges. Ironikus, tragikus. Ez zseni. Gyerekek, ez zseni. Tehát, És állatkezelővel sem hajlandó? Mm-mm. Nem bírom megnyitni. Alt-F4-et nyomsz a Prince of Persia-ra esetleg? Alt-F4, várjál. De azt nyisd meg magát a izét. Az ablakát nyissad meg, és akkor egy Alt-F4-et próbálj rá nyomni. Hát, hogyha. Azt használ. Alt-F4-jel szoktak poénkodni a Gen Z-erek, hogy mondják a nagymamának, aki próbálja megtanulni a számítógép kezelést, hogy hé, be akarod indítani a programot, akkor nyomjál Alt-F4-et, és akkor ne nyomd meg az Alt-F4-et, az a kilép a számítógép és kikapcsol. Igen, tehát az Alt-F4 az alapparancs számítógépekben arra, hogy kikapcsolj egy programot, ha nem tudod máshogy. Az Alt-F4-jel sem megy, az gáz. Nem megy. Az de nem még megy a stream! Na, legalább a stream megy. Mennyi ideje csapatjuk? De nem kellett volna, hogy kifagyjon, de maga a gép az működik, tehát biztos vagyok benne, hogy itt más dologról van szó. Hát ez komoly, bazd meg. Imádni való. Hát ez a... Ez zseni. Semmi, abszolút. It's dead. It's dead. De a stream az meg megy, meg látod? Igen, látom az alt-tabodat, meg hogy mi hogyan történik. Ez a játék nem szeret téged, Némo. Néha én sem szeretem őt. Igen, az érzés kölcsönös, pont ezt akartam mondani. Zseniális. Hát a faszom. Semmi? Semmi. Fine. Semmi. És mit történik, ha a feladatkezelőt megpróbálod benyomni? De azt... Megnyitja, csak nem tudom kézelni.
Még egy Alt-Entert próbálj meg a Prince of Persia-ban, mert az Alt-Enter az nem tudom, hogy ez a módolt verzió Nem, nem működik. Windowed módos, Windows, na, kisablakos kompatibilise, de akkor ezek szerint ez nem jó. That's shit. Hát figyelj! That's shit! That's all folks, de most igazából azt nézem, hogy megyünk 2 óra 46 perce. Ezt akár el is könyvelhetjük egy epizódnak igazából, mert ha most szerintem máshogy úgysem tudnád újraindítani a streamet. Nem, pedig megnéztem, hogy hol vannak élettöltők, még el kell menni ugye a könyvtárba, majd ott lesz, meg a múmiás harc után lesz egy élettöltő. És mert ugye most felvettük a toronynál, toronynál egy van. Tehát a kertben 2, toronynál 1. Hát gyerekek... Hát az a helyzet, hogy 2 óra 48 percet csináljuk. Hosszabb, mint az első rész, nem olyan hosszú, mint a második, de nem kell mindent 3,5 órán át csapatni. És igazából szerintem újraindítani nem tudnád anélkül, hogy a streamet újraindítsad meg a az gépet. Az biztos lelövi. Az tudka, hogy lelövi. Ezután még 40 percet egy külön epizódban az egy kicsit hülyén néz neki szerintem, szóval igazából akár le is kerekíthetjük ezt, hogy a játék eldöntötte helyettünk, hogy elég volt neki már. Faszom. Aztán, ha legközelebb folytatjuk, akkor majd úgy oldjuk. De így ki se tudom lőni a live-ot. Tudod, mi az? Értem. Tudod, mi az, szóval, hogy még azt se tudom mondani, hogy itt lezárjuk, és akkor minden off-streamben még beszélgetünk, hanem így, hú, zseni. Nem, hanem, hogy azért, figyelj, ha újraindítottad a gépedet, akkor beszélhetünk off-streamben tőlem, tehát ennek nincs akadálya, tehát akkor bazd meg, úgy kell kikapcsolnod a live-ot, hogy... Mi kikapcsolod a gépet izével, a power gombbal, az cső. De tényleg ennyit tudok csak csinálni. És akkor most Némó kedves nézőink núkolni fogja a streamet. Jó rész volt, hogy befejezik. Kikapcs gomb, így veletek, ennyi volt mára. Kikapcs gombbal elbúcsúzunk tőletek, mert máshogy nem tudunk. A Republic Commando is csinált csodákat, de ez mindenen túltesz. És csak tudod, beestem az üzébe, és semmilyen parancs nem. De hogyha még van valami parancstippetek, amit ismerek, azt kipróbáltam. Nem, tehát ez Alt-Enter, meg a... Hát figyelj, ez mi ez izé? Ez Windows 10. Windows gomb és D, az kidob még elvileg. A Windows gomb és D-t egyszerre megnyomod, akkor az a vissza-vissza az asztalra. Aha. Így visz vissza az asztalra. Tehát a Windows gomb és D-t megnyomtam. És nem történt semmi? Semmi nem történt. Pazd meg. És most vagyunk 4-en, érted, a stream... Zseni. Wow. Nem tudom, hogy ki írt neked mit, és nem tudom, hogy ki írt, de azt se tudom megnézni, tehát ez... Nem, Alex Suman írt csak itt most. Más... Ha, van itt még más ember is, még akkor ezek szerint van itt még két... Ó, egy pillanatra bejött! De egy pillanatra bejött a feladatkezelő. Hát de... Ó, bazd. Hú, és innen nem tudom leállítani a start menüből. Nem, mert semmilyen parancsot nem tudok így lefuttatni. Próbálok. Igen, látom, hogy egy ilyen fél másodpercre bejön az asztal. Tehát mondjuk... Hát ez zseni. Ez... Imádni való. Ez körülbelül ugyanolyan befejezési élmény, mint amikor egyszer a Zsandár PSP-t live voltam. És konkrétan lemerült a PSP. És ment tovább a live, mert ugye a Remote Joylight ilyenkor nem kapcsol le. Várjátok, már csak 3%, 2%, 1%, jaj nem, már ízni kikapcsolt. Nem, így konkrétan így kijelezte azt, hogy így leverült, és lekapcsolta, és elfelejtettem töltét. Tehát úgy ültünk le live-olni, hogy baszottul nem figyeltem azt, hogy töltjük. Hát gyerekek... Most a rendszer leállt. Hát, Windows módban nem lehet játszani a játékot, viszont lehet, hogy ez a patch, amit rá alkalmaztunk a mit tudom én, ez a VS gaming, vagy milyen, de igen, tehát hogy úgy kezdtük el ezt a játékot, hogy adtam Némónak hozzá
widescreen patchet, ha jól emlékszem. Igen. És lehet, hogy az lehetővé teszi a windowed módot is, de ezt csak akkor tudjuk meg, ha utólag megnézzük, mert nem gondoltunk arra, hogy a kezdeti kínlódásokat követően is ez össze fog így omlani. Tehát én azt hittem, hogy itt az csak a izén van. Most kíváncsi vagyok, most visszatekerem és megnézem, hol omlott össze. Tehát, hogy, mikor meghaltam, akkor omlott össze, tehát nem töltötte be tudod azt a képernyőt. Hát, nem grafikai effekt, hanem a... Nem. Aha. Nem. A hülyebbink videó. Aha. De hát azt már lejátszotta egy pár szor, nem először haltam meg, szóval amiatt sem értem. Igen. A játék úgy döntött, hogy neki elég volt. Igen, tehát totálisan úgy döntött a játék, hogy neki elég volt, csak ezzel az a gáz, hogy ezt így biztos, hogy nem... Tehát csak úgy tudom kikapcsolni, mert szerintem a startba sem engedi a leállítást megnyomni. Amúgy megnyomtam egy, tudod, egy Windows L gombot, hogy kijelentkezzek, és beléptem vissza, de az sem oldotta meg a problémát. És a Windows a kijelentkezéssel bekapcsolva maradta a Discord hívás, azt jó tudni. Mhm. Uh-huh. Mert ugye a Windows ellen lelokkolod a gépet. Hmm? És ugye nekem lock van rajta, tehát be kell lépnem a jelszóval, de hát sehogy. Tehát a játék totálisan úgy döntött, hogy ő most beural mindent itt, és itt sem, tehát a start menüt tudtam egyedül megnyitni, de pont az asztal nincs itt, ami kellene nekem. Tehát full meg, de hogy még a streamet se tudom leállítani, meg a Discordot se tudom megnyitni, meg a feladat, de az még nagyobb probléma, hogy a feladatkezelőt nem bírom megnyitni. Hű. Nem csak nézem a start menüdet. Hű. Igen, tehát... Hű, utána kapott a gép. Még az se. Figyelj, Petőfi temetetlen lelke bosszút állt rajtunk, amiért az adózáson poénkodtunk. Ennyit. Ennyit? Nem. Megérdemeltük. Hát gyerekek, ez a stream vége. Megáldott minket a magyar kit vészekhányának. Igen, mert... Mert a védőkart tengerén kinyának. Mert amúgy most jött volna a mumiás bosszharc emlékezeteim szerint, és akkor utána... Ja nem, mumiás bosszharccal megyünk fel a Pandora könyvtárba, és ott majd mutatok egy bugot, hogy Dálkát ki lehet bugoltatni, úgyhogy előtte állsz 10 centire se. Tehát igen, majd mutatok róla, de amúgy van... De amúgy van róla videóm a csevelemen, tehát meg tudjátok nézni. Hát úgyhogy... Jelentem, így... megtaláltuk a tengerén kint. Emulátor... Ahhoz túl gyenge a gépe, Alexomen. I'm sorry, nem. Én is mondtam neki. Az a nagy büdös helyzet, hogy ez egy business laptop. Tehát nem titok, amúgy elmondom, hogy ez egy... Én amúgy nagyon potomáron jutottam hozzá, ez egy Lenovo ThinkPad T450. És amivel én korábban is csomó retrobb játékot játszottam, tehát technikailag a gép elviszi ezeket. Igazából akkor szokott akadozni a live, mikor eleve a net nálunk nem annyira hú, de erős, extrém erős, kábelen sem feltétlen mindig. A másik pedig az, hogy hát igazából ugye az, hogy külön még OBS van, az így leterheli külön a történetet. Szóval a lényeg, hogy igazából elég sokáig eljutottunk, csak ugye én azért álltam meg így a karakterrel párszor, egyrészt, hogy hallgassam, hogy Spyrokány mit mond, mert nem tudok közbefigyelni mindig. A másik pedig megnézem, hogy hol vannak az élettöltők, mert több éve játszottam ezzel a játékkal, és azért bár csomónál meg emlékszem az élettöltőre, tehát eddig úgy csináltuk, hogy így csak ránéztem, és már tudtam, hogy hol van, de viszont az utolsó három élettöltő, ha jól számoltam, még három kell, hát azt nem tudom már fejből. Tehát az nem most volt, hogy én ezt végigjátszottam, és én azt hiszem a hatszoros végigjátszásom alatt háromszor vagy négyszer szedtem össze az élettöltőket, tehát kétszer úgy játszottam végig, hogy a Kailénát likvidáltam a történetből. Nem baj, ez van. Nem baj, Némo, mindig van egy másik nap. Mi ez? Igen, nem tehát majd úgy is fogjuk... Mindig, mindig van legközelebb. Nem tudom, mikor fogjuk folytatni, mert igazából most chillt terveztem gyakorlatilag erre a hétvégére, úgyhogy... Nem holnap. Ezt megerősítem én is. Tehát, hogy
Holnap nekem más dolgom lesz, az biztos. Vasárnap én is el leszek havazva. Abszolút. Ne, ezen a hétvégén már nem, de nem 3 hónap múlva fogjuk ezt sem folytatni. Ezt megígérhetem. Igen, tehát lesz egy hosszú hétvége még ebben a hónapban. Ja, tényleg, mert húsvét is most lesz persze. Várok. Igen, és akkor beiktathatnánk. Tehát, amazing, abszolút egyetértek. Bár az sem áll közelebb a történethez, hogy húsvétkor a Prince of Persia-zunk, de leszarom. Tehát. Ja, abszolút. Megrocsoljuk Kylie-nát. Ennyi. Kardnyelünk el. Abszolút. Amúgy is majd külön hisztizni fog, hogy miért nem haltunk bele a pengébe, amit adott, mert mérgezett. Mindig az érdekes, azt hiszem, hogy Dahakára is referál, amikor a Dahakát nem kéne tudnia, hogy kicsoda, mert a Bad Ending előtt megmondja, hogy ez meg micsoda, mi ez a szörny, de aztán a fájtja közben meg azt mondja, hogy á, nem értem, hogy a Dahaka megölt téged, szóval lett egy valamit Lost in Translation különböző verzióit vették fel a sztorinak és összevágták őket. Igen, még hát régen a játék, a rásolt játékok is ilyenek voltak, de hát ez egy másik hőskorszak volt, the Golden Age. Igen, még amit akartam ezzel az egésszel kapcsolatban mondani, a WarioWilly-nél kapcsolatban, egyrészt Discord szerveremre raktam föl videókat, és amúgy én baszottul szerettem volna megmutatni az E3-as trillert, mert kiderült, hogy a videogalériba aktiváltuk. Tudod, amiben az van benne, hogy a hercegnek lett volna ugye egy ja, igen, a haverja, akit haverja. Sírat, de sem látjuk. Igen, igen, és azt aktiváltuk amúgy valamelyik ilyen dobozkát, amit feltörtünk, ami kírja, hogy ugye új képet, meg izét. Mondjuk az meglep, hogy az benne van a játékban. Benne van, meg van egy másik kis videó, amiről szintén akartam beszélni és pofázni, hogy én gyerekként nekem hogy csapódott le. Ezt már nem fogjuk tudni ebbe a live-ba beszakolni, de akkor majd az a kérésem, hogy a következő live-ot ezekkel a videókkal kezdjük, vagy a live végére süllyesszük be. Figyelj, minden esetben meg fogjuk próbálni, hogyha a Bing videó format nem szakad ránk minden estül, akkor persze, abszolút. Nem szakad ránk szerintem, és nem vagyok benne biztos, hogy feltétlen Bing videó formáttal lett csinálva. Hát azt hiszem, hogy ezek bikek, mert akkor ez volt az elterjedt a Legend of Spyro-ban is az van. Még ja, a, tényleg. Még a töltőképernyők is, szóval igen, ezek bikek, de nem kéne problémát jelentenie. Mondom, megunta a játék. Ennyi, megunta a játék, hogy játszok vele. Mondjuk lehettem volna ennél gyorsabb is, meg nem kellett volna sokat elcsorognom, de valljuk be, ez a része a játéknak nekem a mély pont. Tehát, elhagytuk a 3 órás markot. Igen. Perfection. Ennyi. Tehát utálom a WarioWithinben ezt a... És nem magát a pályát, mert a pálya teljesen rendben van, csak az ilyen kis fasságos momentumait, hogy ide-oda, amoda, nem feltétlen átlátható, hova kell menni. Tehát igen, tehát még bármelyik más pontján a WarioWithinnél kiukadsz, hogy hova merre kell menni, itt azért el tudsz tévedni. De nem baj, igazából 3 élettöltős, és még a DHK-val is fightolni fogunk tudni. Ami nem is annyira rossz deal. Bízunk benne, hogy a későbbiekben nem fog ilyet produkálni a játék. Igazából emlékezeteim szerint, és erre ki akarok térni, régen se futott annyira stabilan. Tehát így elment, így ahogy most láttátok a live-ba, de ugyanúgy voltak ilyen hibák, emlékezeteim szerint. És a True Thrones-nak még több is. Tehát előfordult, hogy így kifagyott nekem már korábban is. És oké, hogy az egy Intel kóros gép volt, ugye a ThinkPadban, ebbe a ThinkPadban meg azért más proci van, de igazából, tehát vannak ilyen Green Bake momentumai eleve a játéknak, de még mindig azt mondom, hogy picivel jobb a helyzet, mint a Republic Commando esetében, mert a Republic Commando az egy nagyon tákolmány bizonyos szempontból, de tudnék még rosszabb játékot is mondani, aminél állandó jelleggel van Game Break, és ez a Sniper Ghost Warrior 3 amúgy, amit a City Interactive fejlesztett. Ne is mondd, kivittem a Sniper Art of Victory-t, lenyűgöző élmény volt. A Sniper Ghost Warrior 3 zseni. Csak az tud felbaszni, mikor kifagy a játék, és a PlayStation-nek a menüje teljesen jól működik. Tehát de ahhoz, hogy a Sniper Ghost Warrior 3 megtörténjen, kellett nekünk egy Sniper Art of Victory, hogy tökéletesítsék a craftot. Igen. Igen.
Na mindegy. Akkor... Epic Black Gaming. Ennyi. Tehát akkor húsvétkor tala, és folytatjuk. És sorry, hogy most így lett vége a live-nak. Nyomd meg a gombot, Nemo! Megnyomom. Búcsúzz el mindenkitől. Így veletek találkozunk. Valamikor biztosan előbb-utóbb. Vagy itt, vagy magamnál. De még mindenképpen találkozunk. Hiszen ennyi. Benne. Ennyi. See Fogunk. You next time. Ennyi. Bekapcs gomb. Bekapcs, csókolom, sziasztok! Bye! 3, 2, 1! Power off! Ennyi! Cső! Mondom, cső, ennyi. Most már kikapcsolhatja a számítógépet. Ez nevetséges tényleg, de... Ahogy kell. Ennyi, fogunk. Ennyi. Itt vagy még? Probably not. Én még hallok. Mi a fasz? Várjál!